Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra múlt, pontosan 12 perccel. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello mindenkinek. Na már egészen jó reggelt. Tényleg jól szól. Ma, igen, mondom én, hogy napon a változás, emi? Nem is járt erre a Gyula pedig. Nem, ezt igen, abból is látom, hogy mindig itt van az a két lampa, amit kértem, hogy elhelyezzen le. Tényleg mondom a Gyulnek, hogy Gyulának, hogy csinálj, mert nagyon jól szóltunk a múlt héten, már hogy a visszajövő hang, hogy kifelé, azt ugye nem tudjuk. Legalábbis így most megítélni, és ma megint olyan, mint volt. Tehát sokkal öblösebb, mélyebb, hallod? Micsoda komfortérzete van az embernek. Fotózz le a füleddel, Zsűr. Jó, és holnap ez legyen ez a beállítás. Valamit csinálj, archiváljuk, írjuk föl, nem? Nem mert lehet, milyen, hogy neked a hangod más, vagy... Hogy szerintem nem. Ilyen, másik, nem, mert azt szerintem a Jani magát is jobban hallja. Tehát, hogy öblösebb, mélyebb, nekem tehát, most kellemesebb. Tere van, ugye? Hogy... De tegnap volt fürdés fülmosással, nem? Fülgyertya volt. Akkor nem. Beszorult a lépesmét? Igen. Hisztek a fülgyertyázásban? Nem. Igen. Én ritkán, de szoktam csinálni. Nem tudom, én izgalmasnak tartom, meg érdekesnek, meg úgy tűnik, hogy működik. Aztán soha nem tudom eldönteni, hogy valójában az a dzsuva, ami ott marad, az tényleg a fülemből jön ki, vagy pedig a gyertya marad utána. Próbáld ki, hogy fogsz két, vegyél egyszer, legyél bátor két fülgyertyát, aha. Tedd le a kis fejedet a fülgyertyát, az egyiket a fületbe dugd, a másikat pedig nem. Az egyiket a fületbe teszed, igen? A másikat, ami ugyanolyan szögben áll, beleteszed mondjuk egy pohárba, és egyszer meggyújtod a kettőt. Uh-huh. Na, jó? És akkor nézzük meg a végeredményt. De ez pazarlás, Feri. Akkor sose fog kiderülni. Akkor ülj bele. Na, annak legalább értelme de van. Én már ezért is láttam. Jó az egyébként. De a meleg levegő az nem húzza ki, úgymond. Jó, hát a vákum húzza. A vákumot, és aztán igen. Húzza ki. Hogy ég a gyertya, ugye, szívja föl a levegőt, és elnaludjék, ugye, csúnya erotikus dal, és az húzza ki egyébként, működik tényleg. Mert nekem utána jobb a hallásom, tehát hogy jobban hallok. Kijön a lépes méz a fületből. Igen. Van egy még családot? De ha elmész orrfülgészre, és azt, hogy mossuk ki a füled, és még kimossa a füled, tök azt jó. Se hiszed el, hogy az benned volt. Egyébként igen, meg azt sem, amivel kimossák. Azt sem, amivel kimossák, egy rohadt nagy fecske, alá tesznek egy tálat, de azért utána elnézést kérsz, hogy... Ne haragudjon, én már tegnap megmostam. Én azt hittem, hogy szoktam fület mosni, tehát azért ott szörnyű dolgok jönnek ki. Úgyhogy szerintem valószínűleg ez van a fülgyertyával. És a köldökből például mi jön ki? Köldökgyertyázás is van. Azt nem tudom, lehet, hogy csak a meleg meg a vákum valamit elindít a hasadban. Nem tudom, hogy valamit kiszívsz-e. Azt nem tudom. Elméletileg nem zárt lehet. Hát ez zárt a rendszer. Így van. Hát kívül, hogyha a Matrixra gondolunk. Igen, azért fura lenne, hogy kijönne. Mert a Neónak ott pont ott küldtek le. Igen. Vagy ott küldték le, aztán ott húzták ki. Azt nem tudom, hogy a köldökből mi jön ki. Minden esetre működnek ezek ilyen népi hagyományok, de jók lehetnek ezek szerintem. Legalábbis a köldökgyertya, fülgyertya, jók ezek. És a köpőzés? Az nagyon jó. Az jó? Az nagyon jó. De azt csináltátok már? Azt csináltam. Akkor valószínűleg csináltad, hogy azt mondod, hogy nagyon jó. Hát az ugye a letapadt izmokat, az izomrostokat választja el egy kicsit, és húzza följebb, illetve húzza szét. Hát ott is ugye tulajdonképpen vákumot alkalmazol. Az kívül elég ijesztően néz ki. És ugye a gyertyával kiégeted ott a levegőt, az kiszívja, elszívja az oxigén, majd lenyomod. És ahogy lenyomod, ott keletkezik egy vákum, ami szívja fölfelé a bőrt. És elkezded ugye, ha bekented a hátát valamilyen olajjal, húzgálni az üveget a hátán. Ha ez a lépés kimarad, már az olajkenés, akkor viszont baj akkor van. Viszont kellemes. Te az átlátszó a pohár, és látod, hogy a pohár alatt egy ilyen púp van, tehát hogy húzza föl a bőrt, és húzza föl a szövetet, meg az izomrostokat, és akkor azzal szokták, hogy az ember ugye ezeket a letapadt hátizomrostokat, izmokat, ezeket szépen húzgálják, széthúzzák, fölhúzzák, lazítják. Ez egy nagyon jó dolog a köpőzés, persze, működik. Sajnos már nem csinálják sokan. Pedig jó. Akarsz valamilyen valamit kipróbálni? Én kedvelem ezeket, meg hát úgy próbálok meghinni bennük, hogy ezek igenis jók. Ezek nagyon jók, a köpőzés az mondjuk, nagyon jó. Mert hazudnék, hogyha az itt fáj, ott fáj, amott fáj, itt csajog, ott csajog, dolgok azok nem érnének nálam is elő. Ugye reggelenként azért. És van még a piócázás. Azt nem akarom kipróbálni. Az is jó, az vérnyomás problémákra tették föl. Mesélj róla, Feri, mindenképpen, hogy másfél-két kiló piócát ráhelyeznek az ember. Az valahogy nekem nem annyira. Azt például magas vérnyomásnál feltették. Uh-huh. És igen. Egyszerűen lejjebb vitték a vérnyomást azáltal, hogy kiszívta a pióca a véredet.
ez egy vérnyomás csökkentő módszer volt. Hát igen, csak mondjuk a vérnyomás csökkentő módszer volt annak én az érvágás is, aztán kétszer annyian pusztultak be. Az nem volt szerencsés. De azért erőltetik egy pár évszázadon keresztül. De lehet, hogy ez a piócázás, ez jó tud lenni. Lehet. Jó, hát ha magas a vérnyomásod, akkor abszolút. Valamivel a piócáknak is élniük kell. De most már vannak egyébként így rendes orvosok is, tehát hogyha gondolod, akkor... Végül is fizetem a tévét. Fizeted. Az teljesen jó. Gyerekek, csináltam néhány fotót, csak hogy érezzétek, hogy nem történeteket találok ki magamról, hogy benneteket szórakoztassalak reggel. Illetve igen, de fotóval tudod bizonyítani. A párhuzamos közlekedés egy újabb... Jaj, de jó... Szóval, hogy komolyan mondom, én tényleg megfogadtam, ma már erről nem beszélek. Jól jönnek ezek. Na, hát mondom. Dévó Kalosz, a bal oldalom. De hogy tényleg mindig ez a típus csinálja, tehát semmi baj velük, meg semmi baj. Jobbra sárga Suzuki. Szerémi út. Hogy én ezekben mindig beleszaladok. Következő történik. Első fotón láthatjuk, hogy a Suzuki egy kicsit felgyorsít, mert érzi, hogy ugyan a belső sávban van. Erre előttem a Kalosz is mondja, hogy nem mész sehova, te Suzuki ért a külső sávba, begyorsítok én is. Itt látszik mellettem már egy autó, akivel összenézünk, hogy te is mennél, tesó. Én is mennék, de nézd, a két okos megint vitatkozik egymással. Egyik fotó. Másik fotó. De közben megyünk, tehát közben... 5 kilométerrel arrébb. 5 kilométerrel szerint jut. Megint megyünk, haladunk, Dévó Kalosz, Suzuki versenyzik egymással. Kalosz úgy érzi, egy kicsit lemaradt, felzárkózik a Suzukihoz, és utána mennek megint így egymással, jobbra a testvérem ott tartja, nézd meg. És így mentünk végig a Szerémi úton, nem hiszed el? Újabb fotó, kicsit a Kalosz elhúzni látszik. Azt gondolod, hogy na már most ott lesz akkor egy kifelé ívet, hogy akkor ott a külső sávon bemenjél. Picit álmos volt a Suzuki is. Nem, de nem, mert itt észrevette a Suzuki is, és láthatjuk, hogy nincs meg az a hely. Itt már tesó föladta mellettem, azt mondta, hogy ő már ebben nem vitatkozik, vagy lefordul semmi. Nincs meg a hely, és nem tud bemenni. És így, ezek a fotók, és ez így, vártam egy fél percet, megint megcsináltam, nézd. Miért csinálják? Figyelj, és így jöttünk végig a Szerémi úton, mondom, én ezt lefotozom nektek, most megint bejövök, és erről beszélek, teljesen más útszakasz már, látszik a lámpákon, egymás mellett hasítanak még. Nem lehet, hogy ezek össze vannak kötve. De hogy nem is az a baj, hogy ők csinálják, de hogy én mindig benyalom ezeket, és mindig azért kapok szívinfarktust, hogy Isten, add, hogy még jöjjön egy zene, add, hogy még legyen egy perc reklám. Úristen, is több reklám fog idén, hogy én ezeket mindig benyalom, nézd meg. Itt már remegett a kezem, olyan ideges voltam, elmosódott fotók. Már szinte kanyarodunk fel a lánymensidra, de még mindig látszik, hogy Suzuki, Dévó Kalosz egymás mellett. Ez őket szórakoztathatja? Szerintem nem. Ők ezt szerintem egészen nem látják. Szerintem nem, ők nem fogják föl ezt. És úgy nem lehet vezetni, hogy 5 kilométeren keresztül nem veszed észre, szerintem ez hogy van. Magad mellett közvetlenül áll egy másik autó. És látnod kell a visszapillantódba, hogy azért jönnek az autók és világítanak, nem villogtam, nem dudál, semmit nem csináltam, láttam, időben vagyok, be fogok érni, akkor nem, semmit nem csináltam, fotóztam, archiváltam nektek, mondom, ezt megmutatom, mert most bejövök és megint erről beszélek, úgyse hiszitek el, mert majd megint bealoztam. Csinálok egy pár fotót, megnyitottam, megcsináltam. Jöttünk végig a Szerémi elejétől, majdnem a nullás, a hatoson végig, egészen majdnem a lágymenyosítik. Az nem kevés pedig. Hát én azt hittem, hogy komolyan eret vágok. És mondtam, hogy kapom én ezeket mindig ki? Miért nem tudtesek? Tanít az élet. De tényleg ilyen rájöttem, hogy időben vagyok, úgyhogy nem lehet nagy baj. De hát, ha te valaki mellett mész, és átnézel, érezned kell, hogy párhuzamosan mentek. Nem jó, maga nem jó érzés. Nem jó, érted? Tehát úgy, nem. Hogy egyébként egy kis gázadással, vagy gázelvétellel bemehetné elé vagy mögé, meg tudnád oldani a problémát, mert ha egyébként dugóban állsz, és párhuzamos átok, jó. De így menni kilométereken keresztül engem idegesít, érted? Igen. Nem tudsz lehúzódni. Balesetfobiás érzés. Igen, hülye érzés. De az volt, hogy Suzuki gyorsított a Kalosz is. Kalosz megpróbált elmenni gyorsan, Suzuki. Lehet, hogy mind a ketten, na most már lehagyom, ne szorakozzon, tudod? Mondták egyszerre, és ezáltal indult el a verseny. Na te szemét, versenyzel velem? Nézd már a kis Kaloszos. Jó, de nem, 75-nél nem megyünk többet. Nézd már a Kaloszos, nézd már azok is. És így elindult. És valahogy ez mindig az ilyen típusú kis kategóriás, egyébként nagyon klassz, nagyon jó autó, tehát anyáméknak is dévója van, tehát így bántson meg azzal bárki, hogy én bántom, mert anyám még konkrétan dévóval járnak, de ezt szeretik, imádják, és mondta anyám, hogy neki ez tök jó. Tehát nincs az autótípusra baj, csak vannak márkák, akik ezt csinálják. Nem? És a másik is az, a szereplő. Soha nem csinálja egy Volkswagen Passat, meg egy tényleg, mit tudom én, egy nem tudom, mondjatok egy másik autót. Lamborghini. Nem akarok most direkt ilyen nagy autót, nem, egy Volkswagen Passat, meg egy Volkswagen Polo. Vannak autótípusok, akik tényleg erre vannak kódolva, hogy ezt így vezessenek. Kalosz és Suzuki. Olyan versenyomtak egymással, hogy 8-an voltunk mögöttük.
És senki nem, mindenki nyugodtan vette az akadályt? Egészen nyugodtan és kultúrált közönség volt, és aztán az volt, hogy a szeri a lánymenési ír előtt, hogy fölkönyöröttünk volna, akár az a belső sávból elment balra. Aha. Hogy menekült, vagy észbe kapott, vagy félt, hogy itt valami történt, ő leindexelt balra, a Suzuki meg följött velem a lánymenési írra, de még csak át se néztem rá. Tehát, hogy még csak az se volt, hogy megnézem, hogy... Hogy ki vagy. Ki vagy. Mutasd az arcot, ki vagy. Ne, el is felejt, hogy jöttem tovább, mondom, nem. Csak úgy mondom, hát ezt megcsinálom nektek, hát ezt a fotót. Ez egy olyan játék reggelenként előke egymással, hogy nem biztos, hogy szeretnél benne részt venni. Igen, de én szerintem ők nem érzékelik a külvilágot. Tehát van az a sofőr, akinek nincs külvilág, csak az autójában történik. Igen, csak a közlekedés egy társas játék. Tehát, hogy azért nem baj, ha néha belenézel azokba a tükrökbe, amik nem csak dísznek vannak fönt. Habár vannak olyan autók, ahol úgy tűnik, hogy ez izé. Ezt tudod, ez a ködlámpa effektus. Én bekapcsoltam, abból baj nem lehet. De ember, fél órája városban vagyunk, nappal van, és nincs. Megnyomtuk a gombot, abból nincs baj. Inkább legyen benyomva. Igen. Azért vettük meg az extrába a ködlámpát, inkább kapcsold be Maris. Maris, hol a ködlámpa? Bekapcsolja, és úgy átmennek a városon, a szemet kifolyik. Biztos, ami ziher. Mindjárt kiérünk, akkor meg megint kell masinát kapcsolni. Hát csak 20 km az autópálya, ki tudja, lehet, hogy lesz ott, kapcsold be Maris. Ugye? De tényleg, és ez ködlámpa effektus. Ő megnyomta, ő rendben van, hogy mi van a többi autóssal? Nem érdekel senkit. Szenzációsan, mert mondom, már szórakoztam. De jó, elengedted tényleg, amit te mondtál tegnap. Ha késésben vagyok, jobban idegeskedtem volna, mert gyűlölök elkésni, de tehát, hogy így nyugi volt. Időben indultam, úgyhogy mondtam, hogy még egy kávé is beleférne valahol. Nektek nyugis reggel? Minden oké? Nem, egyáltalán nem. Ha valaki tudna behozni vagy valami gyógyszert, vagy valami szendvicset, mert megszülettek az ikrek, na. Nagyon rosszul vagyok. Nagyon. Na. Figyelj, Fülesnek? Füles barátunk, valamikor egy hírszerkesztő kolléga a Danubius Rádióban dupla dinamit, és ezért valaki kitalálta, hogy mindenféleképpen úgy csináljuk, hogy kettőt egyszerre. Tehát, első gyerek áldás? Van már egy gyönyörű. Akkor már van rutin. Hárman lettek. Sárman, hát így azért ezt tudod, azért az ikrek azért egy kicsit. Az tombos. Kettő sír, kettő beteg, kettő fürdi, kettő alszik, kettő mese, azt a minden. Jó, kettő tündér, és később kettő fog keresni. Igen, és két külön szeretet otthonba akarnak majd elrakni, de tudsz választani, hogy egy rosszabbba mennél, vagy a jobba mennél, tudod? Sokkal jobb. Amelyik gyerek hozzád közelebb állt, azt választod, hát egy kicsit jobb szeretet otthonba ad majd. Tehát egyébként van esély erre. Viszont 4 év kemény, utána viszont ott lesznek már egymásnak, és egyszerre le tudod a keményet. Azt szerintem jó. Nagy csapás az elén idézőjelesen, tehát nagy meló, utána viszont szerintem tök jó. Egy férfi hát, és egy dupla. Nő született. Dupla csapás. Dupla csapás az elején, igen. Igen, hogyha olyan a helyzet, itt egy férfi és egy nő született, tehát hogy ugye nem egy petéjűek, vagy nem tudom, hogy van ez a pete dolog, de mindegy, az a lényeg. Egy vagy két petéjű. Szerintem kettő. Aha. Biztos, hogy kettők, ahogy elnéztem a fotókat. Még nem hasonlítanak egymásra. Úgyhogy ezért. A fiú-lány lehet egy, ha fiú-lány, akkor eleve két petéjű. Ugye, mert akkor két fiú van, vagy igen. Két lány az egy petéjű. Két petéjű az ugye... Igen. Három petéjű biztos, hogy nem. Egy mondatom be össze, nem. Hát de hármasikrek. Gondolom, nem? Cézel. Ugye? Cézel prof hallgatja, most visszament a paplan alá. Na nem, ha ez egy ilyen szörnyű az a kedd, akkor én erre nem kelek föl. Mondta a professzor úr, és visszafeküdt. Ő szerintem nem bünteti magát velünk. Ez is igaz, hogy reggelenként. Valószínűleg nem minket hallgat. És második gyerekre valaki rá akar még húzni egy ilyen harmadikat, hogy azért legyen nagy család, és ott bejön egy hármasik. Igen, meg az tudod, hogy szokott lenni ez a két lány után, de jó lenne egy fiú, és a harmadik is lány. És két fiú. És vagy két lány. Barátomiknál pont ez a variáció. Most gondolkodnak rajta, hogy legyen még egy, hogy azért egy fiú, az is lány. Ezért nem az nagyon meleg, ha van két három gyerek, és csak azért, hogy hát a lány lesz, tudod, már mondjuk egészen pontosan meg lehet ezt így álkotni, hogy az legyen, de nem lesz az, vagy mondjuk egy fiú iker lesz, ha lány szeretné. Igen, ez nem olyan, csinálni? Hogy majd... Elvileg azt hiszem, hogy Magyarországon nem, de vannak, akik azért úgy meg lehet velük beszélni, alatt. Hogy fű alatt azért azt egyébként úgy... azt értitek, tehát van mondjuk három lányom, és bemegyek a kórházba, és azt mondom, hogy doktor úr, szeretnék egy fiút negyedikre, akkor azt most miért nem lehet? Nagyon sok országban engedik, nem természetnek tudom. A beavatkozás, vagy nem, a természet hát ellen való vétel. Nem, épi praktikák, hogy fűzfa alatt csináljad, vagy ma van a hondod alatt, akkor is fiú lehet. Tehát, hogy... De mind a kettő jó, vagy együtt kell a kettő, tehát fűzfa alatt, vagy mával. Valószínűleg ez lehet benne egy ilyen ideológiai magyarázat is, hogy ne szóljunk abba bele, meg hogy akkor mindenki, mi lesz, ha a világon egyszer csak mindenki fiút akar, akkor ki a lány. De például ennek mi is utána néztünk, mert mi is a kislányon gondolkoztunk, és nagyon sok országban csinálják. Aha. Sőt, voltak orvosok, akikhez küldtek, magyarok, akik szintén megcsinálják, meg voltak, akik mondták, hogy külföldön hol, de mondtam, hogy nem is szépen, annyi nincs benne majd. Hát van benne biztos csak. 50-50, aztán végül is fiú lett, de csinálják Magyarországon, tehát el tudsz menni, úgyhogy ha nem nagyon hirdeted, akkor megcsinálják neked. Uh-huh. Valahogy szétválasztják, berakják, kiválasztják. Biztos van ilyen. Igen, csak ott lehet, hogy többet ültetnek be, hogy több maradjon életbe, aztán... Csináljuk anyuka. Igen.
Aztán lehet, egy kettecske, hármacska beesik, és akkor kapaszkodhatsz. Gyerekek, Gyoko játszik, gondolom, hogy ez benneteket rettenetes én nagy lázban tart. Tényleg, de jó, azt hittem, hogy olyó. Nem, Gyoko, és hát elég jól áll, ahogy látom. Tegnap Roger is végig menetelt, ő menetelnek a nagyon, Möri is, Nadal is, úgyhogy nagyon jó. Most bocsánat, ezzel az Ágy nevű csávóval találkoztál valaha? Ez a Bed, így hívják. Ki nem ügyetlen a sász. És mégis olyan 3-0-át kap majd a Djokovicról, mint a húzat, de nem igen. Játszik rosszul. A neve ellenére nem rossz. Nem, a Beddel nem, itt az elén ezeket a fiatalokat nem ismerem. Van egy-két fiatal, akit igen, akik már nagyon jók és verik a nagyokat, de ez a Bed, ez még Bedene. IS Bedene. Ja, igen. Ő még nekem nincs nagyon Who's meg. Bad. De már vannak jók. Who's bad. Who's bad. Kvitová ott a másik adam. Aki ideig eljut, az csak tud teniszezni, nem? Tehát, hogy én hiába szeretnék első kört játszani a Gyokóval bárhol. Ugye hát ahhoz neked egy Challenger verseny, illetve pontosabban ugye hát egy selejtezőn kéne elindulnod, vagy szabad kártyával. Azt de nem biztos venni. Aki már itt játszik, az tud, még annak ellenére is, ha kiesik az első fordulóból, azok az már top 100-as játékosok, akik egy Grand Slam-en el tudnak indulni. Van annyi pontjuk, vagy úgy játszották a selejtezőt. Igen. Hát szegény kislány összemusta ízét a mezét a piros bugyjával, a fehér mezt. Nem, a durva egyébként az, hogy top 100-as játékos vagy, és még sehol nem vagy, éppen, hogy csak rentábilis a dolog. A top 10 közelébe kerülsz, akkor még mindig keresel pénzt, és onnan még mindig nem biztos, hogy valaha egyáltalán Grand Slam-et fogsz nyerni, és bekerülsz a top 5-be. Na, hagytam. És a tizedik legjobb vagy a világon, és egyébként mindenki úgy néz át, hogy jó, de sosem fogsz odaérni. Szuper. Na, ez a bizonytalanság, ez rettettet vissza a sportáktól. Hát ez van, én ezért kértem Roadlit helyett. De ez, ugye? Milyen szörnyű sport? Vannak, te tényleg ott vagy, ha világ legjobb hatodikja vagy, hetedikje. És azt, hogy nem fogsz Grand Slam-et nyerni, lesz egy-két ATP győzelmed, összekeresel egy csomó pénzt, de úgy fognak rád visszagondolni, hogy a világ hatodik legjobb, jó volt, nem de... volt átütő. Nem nyer Grand Slam-et, nem is játszott. Szóval döbbenet. Hát ez minden sportban így van, szerintem, hogy ilyen hatodikat azért nem nagyon, ugye? Tehát olimpiára is kijutsz. Az azt jelenti, hogy benne vagy a világ elit csapatában. Nem? A legjobbak között. A legjobbak között. Igen. Vagy nyilván mi például a fenekünket a földhöz vernék, ha bármiből azt mondják, hogy figyelj, benne vagy bármi sportban. Kit jegyeznek meg? Max az első hármat. Az első három benne van a izében, a lexikonban, nyilván a többiek is, csak ott már lapozni kell. Hát és az olimpiák esetében sokszor tényleg még ezüstérmesek, bronzérmesek sincsenek. Igen. Ott a köztudatban. Igen. Az mondjuk állítok, csak ilyen hülye magyar szokás, hogy külföldön azt mondják, hogy azért egy bronzéremmel még ott nagyon jó vagy. Nálunk van az, hogy az arany az érem, a többi az nem. Na, de hát akkor is, hogy harmadik legjobb vagy a világon. És sok esetben ugyanazt az edzésmunkát végzik el, ugyanannyi időn keresztül, igen. Ugyanúgy beleteszik magukat, és valamiért nem jön ki a hát az a pici plusz, valamiért igen. A formaidőzítés. Igen, mondjuk itt kicsit mindegy, hogy ki az első, mert az csak egy lista vagy egy rangsor tulajdonképpen, tehát nem is az számít. Sokkal inkább a Grand Slam-ek száma, sokkal inkább az, hogy mennyi versenyt nyertél. Azért most kiáll a világrangcsere, és ez inkább egy ilyen presztízsbeli dolog, de nincs nagy jelentőség. Tehát nem úgy leszel te az év végén a legjobb teniszező, ha te vagy a világ első. Ha megnyered az ATP világbajnokságot, vagy megnyertél abban az évben két Grand Slam-et, akkor... Az milyen bank ez az ATP? Cseség? Milyen ahol bank? Nagyon sok, hogy be tudsz menni, csak a készpénzt adnak. Külföldi. Külföldi. A magyar az OTP, akkor ATP. Igen, osztrák. Jaj, hát osztrák. Szegény, ez meg miért rohangál a pályán a piros fiú? Labdaszedő. Ja, az más. Beszaladt egy néző. Nagyon alternatív módon közvetítés, és továbbra is nagyon tetszik. Jó, van, hogy állunk játékkal? Elég jól. 1-0 a hallgatóknak. Igen, de nem nagyon jó. Jó, de a múlt hét 5-0 volt. Ez is szánalmas. Jó, de a múltkor még. Meglátjuk-e, belefér ennyi. Kicsit lazíthatunk mi is. Jó, van, Ákos, hello! Jó reggelt! Mi újság van? Minden oké? Köszönöm szépen, minden oké. Nagyon tetszenek nekem is a labdaszedők, bár nekem ki kell törni a nyakam, hogy lássak belőlük valamit, de ők sose kapják el a labdát, még a levegőben nem az a dolguk? Vagy hogy van ez? Mi nem nézik, nem ilyen kalambok ezek, vagy itt. Na, hogy mikor mi Gyoko üt egy keresztfornákot, akkor gyorsan ugorjon oda és kapja el? Igen. Jó, bírom. Az lenne az igazi. Te sem én nem nagyon nézed, mi? Nem. Nem, de csak nem azért, mert háttal ülök a tévének egyébként, uh-huh. Nagyon szívesen. De ahogy mi mesélünk róla, az olyan, mintha látnál. Abszolút, igen, ez a közvetítés nagyon tetszik. Igen, Feri alternatív módon közvetíti, de jó. Na jó van, oké, lehet jelentkezni akkor játékra, jó, ha valaki szeretné játszani, akkor írjon nekünk SMS-t, elindítjuk a kedreggelt, fél hét múlt pontosan egy perccel, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézzük akkor, mit írnak a hallgatóink, mert hogy vannak már, akik ilyen korán reggel SMS-eket írnak nekünk, ez nagyon jó. Nagypuszánál van egy trafi, aztán a Soroksári úton, a határút kereszteződés után rögtön kifelé,
Három sávból kettő lezárva, csak a külső járható, Karcsi a taxis küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán mondom még, hogy mi van. A Soproni út úton baleset történt, több személyautó ütközött, az enesei elágazásnál, helyszínelés még nem kezdődött meg. Üdv Arnold. Boldog vezetéknapot, Balázs, köszönjük. Ma Sebestyén nap van, tényleg? Igen. Uh-huh. Igen. Milyen jó lett volna, ha a Manuel Sebestyénnek hívják? Sebestyén, igen. Ferinek, Janinak mondom, nézzétek meg azt a videót, amikor kutyusok a labdaszedők egy teniszmeccsen. Nagyon aranyos. Okay. Ezt Kata küldte nekünk. És vissza is hozzák, vagy pedig elszaladnak fel, és játszanak egy kör. Igen. Aztán valaki írja, hogy sajnálom, de nagyon szuper ikrek szüleinek lenni, Lilium. Nem mondtuk, hogy rossz, csak azt mondtuk, hogy nehezebb, de nyilván nagy kihívás, meg biztos nagyon jó, persze. Itthon fekszem az ágyban, himlős vagyok, elkaptam a fiamtól, a viszketésemen sokat segítene, ha játszhatnék veletek. Egy hármas ugrást, jók vagytok, írja Kata. Hát Kata semmit nem bíz a véletlenre, gyerekek. Már 7 óra előtt hármas ugrásra jelentkezni, ha már otthon van, nagyon. Nagyon helyesen teszi egyébként. Halibali, 5.30 körül a szerém, én a passzatot vállalom, Mikrobi küldte. Mikrobi küldte nekünk, igen, köszönjük szépen. Ugye reggeli kalandokról beszélgettünk még a hírek előtt. Eladtad a dévót? Milyen dévót? Hát a szomszéd dévót. Aha. Micsoda? Jézus Isten. Jó, ez annyira nem is jön ki. Igen, lehet, hogy én olvastam rosszan. Bazsi, vezetés közben fotózni, enye. A BRFK. Egyébként ebben meg igaza van. Tudom, hogy megálltál. Ja nem, hát jöttél, a Lacit hoztad. Üresben gurultam. Igen. Tehát, hogy nem, tényleg fotóztam. Az se lehet? Nem. Hát telefonálni nem lehet. Annál a sebességnél flekkent is süthetett volna. Egyébként igaz, nem foghatsz telefont a kezedben. Hamburgert igen. Uh-huh. Azt igen. Telefon nem. Kólás üveget igen. Hamburger nem veszi el a figyelmet. Na, hát egy csöpögő hamburger. Egyébként sokkal jobban elveszi a figyelmet. Tehát ennél hetek, de telefon nem fogadok, igen. Egyébként tudom, így van, igen. De a Laci ott ült melletted, és ő fotózott, hiszen nálatok aludt este, mert kint volt megnézni az újszülöttet, a kis drágaságot, és kicsit elfáradt. Hihetetlen felkészült vagy az életemből. Tudom, tényleg így van. A Laci, hogy milyen jó volt. És aztán átküldte a telefonomra a fotókat, igen. És én már a saját telefonomon tudtam nektek megmutatni. Persze, de mi ebben a nehéz? Semmi. Nem, hát azért. Köszönöm, hogy nem nekem kellett elmondani. Hát. A Laci, mert nem akarta, hogy te mesél arról, hogy gyerek meg ott aludt, hogy ilyen jóban vagytok itt családilag. Az én számból ez mentegetőzésnek tűnt volna. Ez rossz, de köszönöm, hogy elmondod. Hát persze. De jó. Szóljál. Mit kért tőled a Feri, amit még nem teljesítettél? Figyelj, rendes kollega mellém állt, hogy ne büntessenek meg, mert van olyan hallgató, aki felnyom, és holnap megjelenik egy bulvárlap, hogy vezetés közben fotózott, ezt el is mondta a Morning Show-ban, írja majd a Blik. De hát nem te voltál, hanem a Laci. De vannak dolgok, tudod, amikor azért bajtársiasság van. Nem szeretjük annyira egymást mi hárman. Ha rugni kell, tudom, hogy rugunk. De ha oda kell állni... Azért ez egy olyan dolog. Ha oda kell állni, odállunk, gyerekek. Uh-huh. Ennyi. Tudta, hogy tényleg a Laci fotózott. De jó. Akkor egy szavazattal és egy tartózkodással gyakorlatilag. Gyakorlatilag meg vagyunk, igen. Megúsztad. Na játszunk, Kóben bácsi. Ja nem, azt nem. Majd egy kicsit később. Fekete-fehér igen nemet. Na minden igaz, már itt is van a játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt kívánok nektek, sziasztok! Mit csoda energia, Laci, hello Laci, honnan hívsz minket? Éppen Kisterenyében vagyok ebben a pillanatban. Mit csinálsz? Hát jelen pillanatban autóbuszt vezetek, illetve most pihenek, másodállásban csinálom ezt igazából. Másodállásban buszvezető vagy, de mi a főállás? Hát hivatásos állományú vagyok igazából. Aha, hivatásos állományú, aha. És közben van egy másik állásod? Hát muszáj. Ilyen a magyar valóság, tudjátok. És ott mit csinálsz? Hoztam dolgozni embereket. Mert nem arra gondolok, mi a másik állásod? Tehát, hogy honnan... Igazából katasztrófavédelemnél dolgozom. Tehát katasztrófavédelemben végzel, beszállsz a buszba, kicsit vezetsz, hazamész, alszol, majd kezdődik előről. Így van. Hány órát dolgozol egy nap? Hát ugye, 24 órás szolgálat után, igazából attól függ, hogy éppen milyen fuvar van. 5-6-7. Hát figyelj, az egy ilyen 24 órás nem alvás után te beülsz még a buszba. Nem, van egy pihenő idő. Ja, van egy kis másfél óra. Igen, az a nap, amikor végzek, ott mindig szabad, és akkor utána szoktam dolgozni. Jó, azért ez megnyugtató. Persze, ugye vannak szabályok, amiket be kell tartani,
pihenőidő és a többi, úgyhogy ezeket muszáj. Hát igen, az fontos. Engem. Na jó van. Lacikám, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs, veled szeretnék. Jó, benne vagyok mindenben. Már nem, mindenben azért nem, de a játékban igen. Jó, mehetünk? Persze, Jani? Próbáljuk meg. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagy, Laci? Rosszul hallak. Itt vagyok, persze. Kérdeznék, hogyha lehetséges, jó? Szeretnék kérdezni? Persze, szeretnék. Kérdezni, nagyon felkészült vagy ma reggel, úgy érzem. Na, most akkor kérdezel? Kérdeznék, igen, hallottam. Nyomás alá tettük, nyomás alá helyeztük, és megnyertük. Király! Gyerekek, mentem előre, könyörtelenül. Nagyon mentem. Nem vacakoltál. Nem. Mentem. Laci kicsit megrángatta a bajszodat. Figyeljetek, a Jani csinált nekem egy csodálatos zabot, ittam egy kávét, semmi nem állít meg 10 óráig. Semmi. Igen. Az volt a baj, éppen én is a kávémra várok, de hát jó van, oké. Okay. Nekem megjött. Hát, akinek hamarabb jön a kávé, az nyer. Én ettől most fölébredtem, ez arcon vágott ez a kávé. Lacikám, jó volt, csak most egyszerűen... 4 másodpercig jót tartottam. Igen. Tartottad magad, de nem bírtad a nyomást. Nem bírtad. 15 is. Emil, körülbelül annyi volt tényleg. Oké. Jó, most mi várad? Munka vagy pihenés? Pihenő jön. Na jó. Így van. Hát akkor menj pihenni azzal a tudattal, hogy kikaptál a játékban. Köszönöm szépen. Jó? Jó. Pihenj egy kicsit. Laci, köszi a játékot, vigyázz magadra. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Gyerekek, hát nem azért mondom, ez de egy-egy. Ez tökéletes volt, mintha újra kezdenénk a hetet. Új, nem adjuk, egy hetet se adunk oda idén. Nem. Mi az a terv, hogy 52 nyert hét? Hát nem, azért az kicsit arcoskodó lenne. Mindig úgy mondom, hogy magad elég kell. Magasságában majd. Az a terv, hogy 31 megnyert. Az a terv, hogy döntetlenre hozzuk az évet. Az a terv, hogy ne kapjunk ki nagyon. Az a terv, hogy hazudjunk valamit, hogy miért kaptunk ki nagyon. Az a terv, hogy jövőre majd egy kicsit jobban szerepeljünk. Nem, gyerekek, ez nagyon fáj, ez a múltkori karácsonyi. Kicsit elarcoskodott a galaxis és az univerzum királya történet, úgyhogy düböl megyek. Én nem tudom, ti hogy játszotok, én düböl hajtom ezt most. Jó is volt az ötlet. Egy picit ez a felajánlás olyan volt, hogy már román nyerted magad a kaszinóba, és már mentek kifelé, és akkor... Igen. Mindent a fekete! Na, mindent a feketére! Na, dupla vagy semmi, de jó! Igen. Egy-egy akkor, helyes. Budakeszi Kuruszlesi sarkában baleset történt, kezdünk torlódni, Zsú küldte nekünk, M3-as Ködös, jól járható, szép napot nektek, írta valaki, aki nem írta alá, és azt nézem, hogy szójátékokat nem. Azt nem, igen, jaj. Nagypusztámnál van egy trafi, és a soroksári határút kereszteződésében utána 3 sávból 2 sáv lezárva. Karcsi a taxis, ahogy már mondtam, ezt el is küldte nekünk. 2 perc múlva 7 óra, Ákos jön újra a hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi ez a vitalitás? Mi ez a lendület? Mi ez azért, mert nyertél? Vagy mi? Nem tudom. Figyelj, egy csoda zab, amit a Jani csinált, meg egy csoda kávé, amit a Laci. Apám. Magamhoz tértem, és aludt a gyerek éjszaka. Srácok. Tehát, hogy egyszerűen aludt a gyerek éjszaka. Hál' Isten, tegnap úgy látszik, hogy kijöttünk a spirálból, amiben hétvégén belekerültünk, elvittük Dokihoz, megmondott egy-két jó dolgot. Hogy adjátok le az anyósokhoz. Igen, ha akarnak aludni, akkor költözenek el. Igen, és akkor hívják az anyóst. Nem, úgy néz ki, hogy 3-szor kelt igazából, ami azért egészen jó, úgyhogy kidál. A vitalitásom oka egy 5 óra alvás egyben. Ennyi. Úgy, 5 óra alvás egyben, gyerekek. Hát ez ugye? Sokat számít. Nagyon. Sokat számít. Én például, amikor nagyon-nagyon lent vagyok, és nagyon-nagyon keveset tudok aludni, akkor ő mindig a katonai időszakomra gondolok. Arra, amikor egy katonaságnál, amikor 1 órát tudtam aludni 24 óra alatt, mert nagyon kedves gumikkal, illetve öregekkel voltam együtt, akik nagyon szerették volna, hogyha jól kipihenem magam, és ezért 1 órát engedtek 24 órából. Akkor mindig erre az időszakra gondolok, és ahhoz képest minden jó. Arra gondolok, hogy mennyire örültem volna akkor 2 óra alvásnak, vagy 3-nak. Ja, de a lényeg, hogy mindig idézünk fel egy rosszabbat, és akkor egyből jó lesz. A lehető legrosszabbra kell gondolni, amit megéltél abban a témában, és akkor onnantól kezdve minden csodálatos.
Nem tudom, mi volt nekem a legrosszabb alvás terén. Nem is tudom. Talán amikor, hát a Benny jött azért, az első két évben elég macerás volt édesem. Aktív volt. Jó, igen. Tehát azért ugye 6-7-szer úgy felkelegetett. Nyilván mi rontottunk el vele kapcsolatban valamit, de őt szeretett kelni, na. Megfogta a pillanat az ébredését. Tehát, hogy akkor éppen a másik oldalon járt a bolygónak, de... Hát igen. Én mindig erre a nagy tartsai időszakra, illetve amikor azt hiszem, hogy a Fábrival csináltuk a milliomost, akkor volt egymás után két napom, amikor 2-2 órákat aludtam, és akkor már ott kezdtem úgy szétcsúszni. De nem mentél haza arra két órára? Vagy igen? De, igen. Hát én lefeküdtem. Oda mentem az egy óra, meg vissza még egy óra. És ez volt az alvás. Ez volt az alvás. Fia, az rettenetes volt. Igen, na, de lehet, hogy ez az oka, tehát ez az 5-6 óra, nem tudom. De tök jó, nagyon örülök. Király! Neki. Nagyon jó. Kezdtél tegnap picit izgulni, mi? Ott tegnap kivoltam picit. Igen, hogy mondtad. Kezdett hogy, az na, a spirál így. Mondtad, hogy na gyerekek, most még tartom magam, de ha még két ilyen van, akkor vége. Akkor nagy a baj. És erre bejössz, és így hasít a dolog. Tök jó. Na. A zab és a kávé. Így van. Egy jó kis zab. Ebben a pillanatban egyébként az a közös köztedés Sarkakata között, hogy ő is zabot reggelizik. De szép. Ne csinálj, Sarkakata is zabot reggelizik. Csókoltatjuk. 10 perccel ezelőtt. Van kép? Látodom. Van kép 10 perccel ezelőtt nem. Már a zabról van. Ja, azt hittem, hogy dekoltázsal együtt. Így hát az mindig van. Az mindig van. 10 perccel ezelőtt osztotta meg szegényen a reggeliének a képét, ők valahol a világ másik oldalán vannak éppen hogy most. Hogy szétszették őket ezért? Hogy? Hát elmentek nyaralni. Ja, hát ezt én nagyon bírom. Szerintem én meg nem bírom. Nem, Feri, nem mondtam végig a mondatot, ja, de majd nyilván csatlakozom akkor, amikor majd összeáll a gondolat. Szóval én nagyon bírom azt, amikor valaki a saját privát oldalán a saját életéről megoszt képeket, és valakik ezért kikezdik. Tehát, hogy elkezdik kóstolgatni azért, mert ő egyébként azoknak az embereknek, akik elvégben azért vannak az ő oldalán, mert kedvelik, mert szeretik, és azért lájkolják az oldalt, megmutat néhány olyan képet az életéből, amin ő boldog, meg jól érzi magát. És erre mit csinálnak? Júnajukat rúgnak belé. De kibe? Mármint hajdúsarka. Hát, mert hogy ők már érted a saját. De ezeket ti mondjátok meg nekem, te komolyan, én értem magát a felvetés is jogos. De előtte hagyd kérdezek valamit, ami kicsit megelőzíteni. Honnan tudjátok, hogy a Sarka Kata és Hajdú Péter elmegy valahova, akkor őket osztják az ő saját oldalukon. Ha felmegy ezeket... az oldalukra, azt megnézni. Nem a Hajdú elolvassátok Péter miatt, de fölmegyünk Sarka Kata és Hajdú Péter kommentjeit. Szeretjük ne csináljátok, mennyi időtök van? Felmentek Hajdú hát Péter oldalára. Mindig ezt kérdezett, hogy mennyi időtök van erre, hát ez nem olyan sok idő. De nem értem. Tehát ott van, lehet menni túrázni, mászni gyerek. Bár. Ezen már túl vagyunk. Fölmentek Sarka Kata oldalára. Megnézzük a képeket, Kata egy csinos lány, jó csaj, melles fotókat fölök, jó. De van időtök arra, hogy alatta, szia Kata, szép vagy, jaj, de ronda igen, vagy. Örülök, elolvassátok a kommenteket. Hát én viszont nem olvasok ilyen bulvár sajtot, amit te meg nap mint nap átolvasol. De én csak kérdezem, hogy érdekel titeket, hogy mit írnak Sarka Kata nyaralására? Engem Hajdú Péter kifejezetten érdekel, mert szórakoztat. De Hajdú Péter képei valóban szórakoztatóak, de az aláírásokra is van időt. Te is olvasod ezeket fel, hát hogy mit írnak Sarka Kata kép aláírása alá. Amíg te itt a reggeli újságot megnézed, annyi idő alatt Jani pont átbördíti. De nem, tehát azért nem ugyanaz a kettő, mert illetve számomra, de hát nyilván mindenki azt olvasom, amit akar, én nem költekedni akarok, csak kérdezem, hogy az újságban azért van egy csomó olyan dolog, ami a világ eseményeit érinti, de Sarka Kata kommentjeit, az irigy magyar igen, valóságot igen, olvasgatni. De valójában amiről beszéltem, vagy amit felvetettem probléma, az nem hozzá kapcsolódik, tehát hogy nem az ő személye volt itt a hangsúlyos, hanem az a jelenség, hogy felmész egy oldalra, és akkor beszólsz annak, lájkolod az oldalt, utána pedig beszólsz neki, mert hogy saját magáról feltesz a saját oldalára képeket. Na jó, de ehhez tudni kellett a Ferinek, hogy osztották Sarka Katát az oldalán. Mert nyitott szemmel és füllel járunk a világban. Nagyon irigyellek benneteket, oda költözöm hozzá, én csinálok valamit. Hozzáteszem egyébként, hogy azokban az újságokban, amiket te is olvasol nap, mint nap, illetve azokon az internetes oldalakon folyamatosan cikkek jelennek meg, témák, ezek a bizonyos képek, amiket a közösségi oldalaikon megosztanak közszereplők. És hát nyilván, amikor az ember elolvas egy cikket, és főleg én szeretek azért utána járni a dolgoknak, hogy az úgy van-e, ahogy azt a bulvárlap állítja, mint ahogy arra mi is ráfutottunk már nagyon sokszor, hogy marhára nem úgy volt, hogy köszönő viszonyban nem volt az igazság azzal, amit ők közölnek, vagy állítanak. Azt mondják, hogy ezen is ezen a Facebook oldalon, amit ráadásul be is linkelnek, tehát csak egy kattintás onnan átmenni. És akkor átmentek és megnézitek, hogy valóban osztják. Persze. Persze. De megnézem, kíváncsi vagyok rá. Mert ugyanis megmondom őszintén, hogy én, hát bennem van egyfajta vegytiszta
ellenszenve és ellenállás ezekkel a bulvár szemetekkel kapcsolatban, és én mindig tehát, hogy azért olvastátok, hogy ellenőrizzétek a bulvár sajtot. Én lecsekkolom. Én azért, mert én a Péter életét követem, és megvan minden rezdülése. Hogy minden nap megtudok rólatok valamiért. És hol nyaralnak ők most? Azt hiszem valami nagyon meleg helyen. Ma, igen. A fürdőrúgás fotót, Mauritius, Mali. Magló nyaraló. A maglódi régi TSZ kerületén építettek egy elvett szállodát. Előtt egy picit. És őket most ezért utálják. Igen, de több miatt is érdekes a dolog. Egyrészt, hogy ha már kimentek, akkor nyilván kell őket utálni, de amit a Jani mondott, az azért érdekes, mert hogy azon az oldalon kezdik el osztani, amit neked lájkolnod kell, tehát szeretned kell a Hajdú Petit, vagy a Sarka Katit, és akkor oda belájkolod, tehát szereted őket, megjelenik egy ilyen kép, és elkezdődik, hogy hú, anyád, hogy akkor miért? Humma anyád, igen. Humma, hogy akkor miért kell lájkolni? De én a TV-nek az oldalát is mindig nézem, a kasszáját is. És hát, azt se értem, azon is, hogy miért kell utána, akkor ne lájkold, akkor engedd el, nem a te dolgod. Mondd azt, hogy ha meghallasz, vagy megnézed a frisbit, akkor azt mondod, hogy a Hajdú, hülye, fúj, utálom, de hogy belájkolod az oldalát, érted? Meg egyébként meg dolgozik. Hát van pénze. És irigyek vagyunk? Tehát bánt bennünket, hogy ő ki tud menni Havajra? Egyébként vagy nem van, aki Havajra, de jó. Havajom ki tud menni Havajra? Havajom? Akkor dolgozzál te is, vagy nem tudom. Szóval, hogy menjen meg, gondolom, hol vannak. Mauritius, vagy Lusitánia, az nem az. elsüllyedtek, mint a Lusitánia. Dardanellák, vagy... Valami, mindjárt mondom, Male. Szerintem ez Maldív sziget. Az Maldív. Ez Maldív. Úgyhogy de tényleg van egyébként az a típus, aki bármit egyébként, bármit a közszereplő, az általa irigyel, gyűlöl, tehát nem tudom, hogy melyik érzelm dominál jobban, amikor megoszt egy képet, akkor igazából neki mindegy, hogy mit oszt meg, abból biztos, hogy azt hozza ki, hogy ő rohadjon meg, és hogy ő nem teheti azt, érte? Tehát azt írja, hogy hurrá hétvége, már akinek, mert én dolgozni fogok, pont, hogy igen. Okay. Tehát, hogy eljutottunk végre, hát te eljutottál, de én még a Balatonhoz sem. Tehát, hogy érted? És nem kell ezzel foglalkozni. Tehát attól neked nem lesz jobb, hogy őt osztod, vagy hogy... Meg lehet, hogy jobb lesz. És a másik meg az, hogy... Na biztos, hogy jobb lesz, azért így. Semmi köze nincsen az ő jólétének a te rossz sorsodhoz. Mert nem ő az okozója. Tehát nem kell őt bántani ezért. Ha így lenne... Bonyolultabb ennél szerintem. Mi, hogy a Hajdú a felelős azért, hogy neki... Nem, hát nem ez a... Szerintem nem. Vagy nem ő a felelős. Bárki, akinek megy. Tehát akinek jobban megy nálam, az felelős azért, mert én... Na. Dehogy is. Nem, ezt nem is mondtam, vagy ezt mondtam volna? Hát azt mondtad. Illetve akinek a legjobban megy, az nem, igen. Nem, azt mondtam. Azt mondtam, hogy nem azért van ez, hogy tulajdonképpen most nekem ez rossz, és akkor te rohadjál meg. Tehát, hogy te vagy a felelős, hogy nekem rossz, hanem hogy nyilván a te sikertelenségedet, vagy a kudarcodat, azt ezzel a düvel tudod magadból kiírni, hogy te meg rohadjál meg, hogy Maldívon vagy, tudod. Tehát, hogy nem erről szól. Nekem nem jött össze, utállak téged, de igazából hát persze, te csak a tárgya vagy az utálatnak igazából. Az életemet utálom, csak rajtad töltöm ki, tehát te vagy a... Értem. Saját te vagy az, akin én tudok most, igen, a saját helyzetemet utálom, de akkor most rohadjon meg a Hajdú, meg kimen Maldívra egyébként. Na mindegy. Meg ráadásul, hogy jól érzed magadán, legyen lelkés meg fuldalásod, mert én nem érzem jól magam. Ja, hát igen. És akkor most bántják őket, és ezt lehozta egy bulvár, hogy bántják Hajdújékat? Ezt nagyon sok újság megírta. Ahogy az első képet felrakták, nem tudom, hogy hova, hogy privátra, vagy a Kata tette föl, vagy a Péter, tök mindegy, akkor nagyon sokan elkezdték osztani. És az egyik ilyen internetes, hogy hívják, egy internetes oldalnak a bulvár szegmense, ugye előszeretettel jelentett meg ilyen képeket, meg előszeretettel veszelő közszereplőket, meg cinkel, meg kezd ki, meg szól be nekik, többek között egyébként nekünk is, és akkor ott. De szerintem ezzel jár, nem? Tehát, hogy te felteszel egy képet, akkor arra fel kell készülni, hogy téged ezért utálni fognak a mai magyar valóságban, ha te elmész Maldívra a kis családoddal, és elköltesz a 2 millió forintot, akkor lesznek emberek, akik téged utálni fognak, és aláírják a kép alá, hogy rohadjál meg, én még a izére se. Én még Dunavarsányba se jutok el. Szóval, hogy szerintem ez vele jár, vagy ne tedd föl, nem? Még nem tudom őket ez mennyire zavarja, tehát vagy ne tedd föl, vagy nevet zokon, ha bántanak. Ez egy ilyen út, az 2 millió forint? Há,
Hát nézd, nem tudom, meg nem is akarok. Hát figyelj, igen, azért a Maldív-szigetek nem a legolcsóbb. Én nem tudom, hány gyerekkel mentek, vagy ketten mentek, nem is tartozik rám, de azért nem egy Budapest taksony azért. Tehát, hogy a Délegyházi tavak se. Nincs az semmi gond. Én mindig egyébként azt szoktam mondani, engem például nem érdekel a Maldív-szigetek, de a legkevésbé sem. Tehát, hogyha egyszer eljutnék oda, az tök jó lenne, vagy így külön nem fizetnék érte, az is biztos. Érted? Itt van ez egy gyönyörű szép ország. Ha ki nekem azt mondja, hogy én meg a Balatonra se jutok el, az nem mond igazat, mert fel lehet ülni a kerékpárra, meg van bakancsos turizmus is, és szépen az egész országot be lehet járni, úgy, mint ahogy meg be lehet vonatozni. Szerintem a kettőt nem lehet összehasonlítani. De össze lehet. Hát szerintem más keresel Maldív-szigeteken, meg más keresel Magyarországon. Na, ilyen szempontból hogy... persze nem, de pont ezért mondtam azt, hogy aki azt mondja, hogy én meg a Balatonra se jutok el, mert el lehet jutni, igen, és be lehet járni az országot, mert évtizedeken keresztül egyébként ebben az országban dübörgött a hazai turizmus, mindenhova el lehetett jutni, és az emberek el is mentek. És kis családosok, nagy családosok, mindenki. Be lehet járni, meg lehet nézni. Érted? Csak kíváncsinak kell lenni, meg nyitottnak kell lenni, meg időt kell rá szentelni. Mert egyébként annak a pár szendvicsnek az összekalapálása megfelelő. Hát igen, csak szerintem ez is egy költséges dolog. Ez is egy picit bonyolultabb, mert biztos, hogy akinek nincs pénze, és eljuthatna a Balatonra, az nem biztos, hogy oda vágyik. Tehát lehet, hogy neki az az álma, hogy egyszer láthassa a tengert, hogy egyszer láthassa az Indiai óceánt, és annak hiába mondott, hogy úgy de szép a Balaton. Azt mondja, igen, de nekem nem az az álmom, hanem egyszer az az álmom, hogy egy fehér homokos, kék tengeres tengerparton beleszaladhassak az én szerelmemmel, meg a gyerekkel a tengerben. Na, annak aztán mondhatjuk, hogy üljél föl, azt milyen szép a Balaton, mert azt mondja, hogy persze szép, van még lehet, hogy oda se jutok el, van bringaút, köszönöm, persze, majd letekerek, nagyon drága vagy, de hogy én szeretnék eljutni egyszer a tengerhez, mert mondjuk dolgozom 30 éve, és nem engedhetem meg magamnak. Tehát az, azért az nem, szerintem az nem vigasztalja az embert, hogy hát ha nem is jutok el 30 év munka után, ott van a fertőtő olyan szép, hát akkor majd elmegyünk oda, mert az ember ennél bonyolultabb lelkileg, tehát ha te arra vágysz, hogy te elmennél a tengerhez, van gond, nem? Én ezt mindig mondom, hogy a boldogtalanság nem más, mint hogy az igényeid és a lehetőségeid ugye nem találkoznak. Ha kettő találkozik, te egy boldog ember vagy. Ha mások az igényeid és mások a lehetőségeid, a kettő zavara okoz benned boldogtalanságot. És hogy kezeljük akkor azt a dolgot, hogy én elfogadom. Úgyhogy rohadjál meg, Hajdú Péter. Akkor jó, megmagyaráztam. Megmutatom neked egyébként azt a képet, mert tudom, hogy te érzékeny vagy erre. Na. Ami szerintem kiverte a biztosítékot a népeknél, várjál. Ez az. Na, és keresek egy Hajdú számot, hát fölhívjuk. Imádom. Figyelj, imádom Hajdú Péter bronzbarnítottan egyébként egy ilyen türkiszkék vízben fekszik hófehér homokkal egy olyan brutális ronda fehér narancsárga csigós napányon, ahogy ember nem tud feküdni. Mindezt egy ilyen nagyon Hajdú Péteres félig láblelógó, nagyon flegma, szörnyen polgárpukasztó módon, miközben hátul egy kócsag, vagy nem tudom, úgy finoman iszik ott az Indiai óceánból. Okay. Péter pedig unottan kémleli. Figyelj, én nem csodálom egyébként, hogy... Én szeretem az ilyen képeket. Nekem a gyerekkorom jut róla az eszembe, amikor kimentünk apámmal a Kossuth-téri piacra szombatonként, és vettünk ilyen csíkos szalvetán sülcsülköt. Én megértem, hogy egyébként a sok embert irítál, de sosem írnék kommentet alá, de amikor mondjuk neked tudod, hogy nincs lehetőséged, nem is lesz, mert mondjuk nem engedheted meg de magadnak, és megnézel... Hogy lesz-e valaha? Én nem, ezt nem hiszem, nem. Hát ez nem rajtad múlik. Hát ha neked van egy normális fizetésed, és keresztel 140 ezer forintot, hát és a jó, abból nem igen. Belegebet se tudsz félretenni 2 milliót, hogy elmenjél, tehát azért egy Maldív-szigeteki utazás, arra nem lehet mondani, hogy ez csak rajtad múlik. Ha nincsenek meg a lehetőségek, mert nem keresel annyit, akkor te bármit megcsinálsz, sose fogsz eljutni, mert nem tudsz, pedig becsületesen dolgozol, sokat dolgozol, 8 órát dolgozol, de egyszerűen nem tudod kitermelni. Tehát, hogy azért én értem azt, hogy ez mit válthat ki sok emberből. Más kérdés, hogy az álkommentelés már nem. De azért tudod, ha te tudod, hogy nem jutsz el megnézni egy ilyen képet, megrándítani a vállad, és azt mondod, hogy hát... Hát azt mondd azt, hát most én vagyok a buddhista akkor, de tényleg, már nem én szoktam lenni ebben a csapatban, azt mondod, hogy hogy örülök, hogy ilyen jó megy ennek a hajt. Hát az már egy egész magas szint. Az jó? Szerintem igen. Tehát amikor te mindenféle irítség, mindenki azt mondod, hogy én sosem jutok el, de örülök, hogy a Péter elment. Sok boldogságot kívánok. Ez egy nagyon szép szín, milyen jó lenne mindenki ezen a színen. Legalább neki összejött. Igen. Mondjuk az a kép nagyon szemtelen. A test, hogy fekszik, nagyon kicsit szemtelen. Azt várom, hogy a glottgatyájában, mert valami olyasmiben van, hogy ott a kapitány egy picit kinéz, tehát ha ránagyítasz, akkor lehet, hogy még ott valamit meglát. És érted, mondasz, hogy
sose láttam volna, hogy ilyen madár van a Maldívon. De kicsit azért teszik ki ezen közszereplők ezeket a képeket, hogy kicsi polgárpukkasztás azért legyen a dologban, hát, nem? Tehát azért nem, van 150 ezer lájkolód, és kiraksz egy ilyen képet, azért számítasz rá, hogy a mai magyar valóságban azért igen, ez nem biztos, nem... hogy oszatlan sikert arad. Igen, de szerintem ő nem az a fajta cinikus kategória, meg sokan nem olyanok, akik azért raknák fel, hogy provokálják az embereket a saját jólétükkel, vagy a saját jómódukkal. Egyszerűen csak megosztják azokkal az emberek, akik elviekben kedvelik őket, hiszen lájkolták az oldalukat. Érted? Tehát, hogy á, nem tudom, szerintem én nem fecölnék energiát a gyűlölködésbe, meg a zirigykedésbe, meg a de, mert hogy akkor inkább azzal foglalkozok, hogy akkor szervezek egy közös programot a családommal, aztán elmegyek, és jól érezzük magat, és közös élményeket gyűjtünk. Belegondolok abba, hogy a legtöbbet egyébként akkor túráztunk, meg mentünk a feleségemmel, annak idején, amikor könyvtárosok voltunk, hát két könyvtárosoknak ugye híresen jó a fizetésük, lehet, hogy azért ott azért lehetett. Rommá túráztunk. Igen, de nehéz. Sok kellemes, közös és gyönyörű élményet éltünk át. De szerintem azért ez nehéz azért. Tehát, hogyha tudod, hogy te vágysz oda, tudod, hogy nem fogsz eljönni, tudod, hogy sose látod, tudod, hogy nem engedheted, tudod, hogy nem tudod megmutatni a gyerekednek, akkor szerintem az ember azért egy sokkal bonyolultabb lény, mint hogy sokan tudják ezt, hogy persze, de jó, van egy szép feleségem, tervezünk vele belföldön programot, de azért az ember bele tud ám keseredni ebbe. Tehát tud egy kicsit elkeseredett lenni, hogy nem tud eljutni én a tengeret. Soha már 180 centi kék szemű és hosszú búsajú, érted, és szerintem... úgy együtt tud élni a gondolattal. Tehát igen, de szerintem az ember máshogy működik, tehát azért adhatok ott mondjuk 40 év után, hogy nem tudtál eljutni a tengerhez. Aha. És azt kicsit úgy éled meg, hogy basszus, hát azért ez a saját kudarcom is, meg a fene vigye, hogy azért lehet, hogy úgy fog meghalni, nem tudok elmenni a tengerhez, ahogy egyébként sok magyar érezheti így, hogy de jó lenne egyszer eljutni, tudod? És azért az ember ebbe kicsit belekeseredik. Én nem mondom, hogy jó, ha ez irítséggel párosul, de még azt sem mondom, hogy alá kell írni, hogy te szemét, én sose jutok el. Nyilván nem. De én azért megértem azokat, akik emiatt azért úgy csalódottak, elkeseredettek, vagy éreznek némi frusztrációt, irítséget nyilván, vagy haragot, azt nem. De frusztrált azért lehetsz egy ilyen képnél, igen, hogy csak... basszus azért neki, igen, nekem, nem az ember azért így működik. Biztosan, hogy... mint hogyha igen, ilyen önsorsrontás, hogy egy picit egy újabb ok, újabb indok, újabb ér van mellett, hogy a saját depressziódat növelt ki. Inkább nem kell ezekkel foglalkozni, nem, azt lehet, akkor nem megyek fel az oldalra, mert tudom egyébként, hogy valószínűleg ők úgy élnek, nem valószínűleg tudom, hogy ők úgy élnek, ahogy én nem élhetek, meg nem is fogok soha élni. Akkor nem megyek fel és nem foglalkozom, tudom, nem megyek helybe akkor a pofonért, a vizuális pofonért, nem? Hát azt igen, azt én se értem, hogy aláírni, hogy most személyt családom, kimentek. Hát megdolgoztak érte, hát ügyesek, valamit jól csinálnak. Oda megyek mindig a Porsche szalonnak a kirakat elé, hogy be, hogy nézeg, ezt sem érted, hogy tudom, hogy azok az autók, azok nem az én kategóriám, nem olyan járművek, amiket valahogy is megengedhetek magam, és akkor mind oda megyek minden reggel, és megnézem, és aztán leköpöm a kirakatot. Még miért hát van? Ilyen drágán adjátok. Hogy? Hát az ember így működik. Ez a lélektana. Nem? Hívál, hogy a te boldogtalanságod az annak oka a más boldogsága, hiszen látod, hogy neki több, jobb, szebb. Vagyis te egyébként, ha mindenkinek ugyanaz lenne, boldog lennél, csak mivel látod, hogy másnak több jut, így elkezdesz frusztrált lenni, és abban jön a boldogtalanság. Tehát, hogy te a saját boldogságérzetedet sajnos mások körülményeiből, életeiből is össze tudod tenni, és azt mondta, hogy nézd meg át a szomszédhoz, nézd meg a kocsiját, nézd meg a nyaralását. A fenében nekem ez nem jön össze, tehát én boldogtalan leszek. És amíg ráadásul ilyen megosztó személyiség, mint a Péter, akkor meg könnyen csapágy gyűlöletbe adó. De nem is egyébként, mert ő most csak egy, mondunk egy nevet, de hogy egyébként ez egy jelenség, tehát hogy itt még sok nevet tudnánk mondani. Aha. Tehát, hogy most csak éppen ő az apropó, de azért számtalan ilyen közszereplő van. Nem, szerintem az igényekkel van, de be kell lőni valami más irányba, érted, örülni kell a kevesebbnek. De Valázs most ebből a 60-80 forintból összepakolt, hogy hívják, körülbelül annyi lehetett, Zabnak, érted, úgy örült, mint tudom én, érted, mint a hajdú a Maldivnak. Ugyanaz. Vagy lehet kb. Érted. És tökre bejött most neki, feldobta, felpörgette. Abban a pillanatban, érted, neki, jobb kedvem lett. Neki feljebb helyezte egy fokkal. Igen, csak szintjét. Csak szóval, hogy azért rossz ez a helyzet, hogy tényleg amíg azt látod, hogy külföldön, tehát az ember ledolgozik 50 évet, és az a legnagyobb szórakozás, hogy hova utazzanak, nem? Itthon tulajdonképpen ledolgozol 50 évet, és az marad, hogy ha nincsenek rokonaid, nincs gyereked, akkor szépen finoman lassan éljen is alhatsz. Ha szerencséd van, internet előfizetésed van, és meg tudod nézni, hogy a hajdúék hova mentek. Hát, ha valaki ezzel akarja, akarja kínozni magát, nem akkor négyen voltak, mert ugye a Kata, a két gyerek, Peti, meg Hedővé. Tényleg kiment Hedővé? Kivitték Hedővét is? Szóval ezért ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, hogy
mit fogadsz el, igen, annak, hogy ez neked jutott, mit fogadsz, hogy ez másnak jutott, mikortól hagyod magad boldogtalannak lenni, de hát az ember ilyen, nem? Hát az tulajdonképpen a boldogságod legnagyobb forrás, a boldogtalanságod legnagyobb forrás a saját vágyaid. Ne kevésebb vágyad lenne, kevésbé lenni boldogtalan. Tehát a kielégületlen, meg nem élt, beteljesítetlen vágyait tesznek téged boldogtalanná. Ha azok nem lennének, akkor tulajdonképpen boldogtalanság se lenne, vagy legalábbis sokkal kevesebb. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog, de minden esetre nem lehet könnyű. Kíváncsi lennék, hogy akik alá kommentelnek, és azt írják, hogy dögöljön meg a Hajdú Péter, komolyan, hogy elment mondjuk Maldív-szigetekre, azoknak valójában lenne lehetőségük mondjuk elmenni a tengerhez, mert én még azt sem gondolom, hogy egyébként nem. Tehát ez valami olyan frusztráció, vagy olyan irítség, vagy olyan düh, amit egyszer valahol ki kell élni. De nem vagyok benne biztos, hogy csak nagyon szegény, olyan valójában szegénységben élő emberek írják, akik egyébként tényleg sehova nem tudnak elmenni. Mert aki ilyen, azt szerintem nem kommentel így alá. Nem? Érdemes lenne egyszer megnézni. Hát igen, jó kérdés, hogy ezek voltak, ők voltak ennyi hogy, alá, hogy valójában, igen. Valaha is. De most miért Hajdú Péteres képet mutat? Mutatassatok már akkor egy katás képet. Hát azt megtartottuk. Mert szép volt Hajdú Péter bronzbarnított ja, este. Kirakva oda arra napányra, de hát azért reggel fél nyolckor azért... jelenségről beszélgen, nem csöcsökről. Igen, azért mondanám a Péternek, hogy emberit esznek. Tehát, hogy az... Tehát mutassatok már egy katás képet, akkor van valami? Gyerekeset akarsz, hogy csak gyerekni. Hát valami, na hát akkor már nézzünk oda, hogy azért, na, hát Kata kiült oda a Maldív-szigetekre, tessék? Tud feküdni a mama. Ez a homokás tényleg nagyon fehér, rohadt életek. Kék a víz. Ha miért olyan kék ez a víz, rohadt életek, hol vannak ezek te? Hát azért igen. Ja. Szóval, igen. És milyen szép hogy kis fa. Nagyon bölcsnek kell lenni, hogy 120 nettóval azért úgy azt mondta, hogy de jó neked, Kata. Hét. Ugye? Szóval nem egy könnyű. Nem, gyerekek, gondoljunk vele, nem egy könnyű életet. Nézzed azt a kis fahidat a háttérben. Hát nézd meg azt a csíkos napágyat, hogy nézd meg a Katát. Ezeken fekszik a Hajdú, persze, hogy utálom. Aj, nem tudom, ez az egész Facebook jelenség gyerekeknek, nem tudom hova tenni, komolyan mondom, én ezen annyit gondolkodom, mert néha úgy gondolkodom, hogy van, vagy nincs, vagy legyen, vagy csinálják, vagy ne csinálják, és mindig rájövök, hogy nem, és hogy valami olyan, szóval, hogy mit ad ez hozzá? Könnyebben tud segítséget kérni a lerobbant autódhoz. Mit csinálnak ezek az emberek ezzel? Ezt magyarázzátok meg nekem. Mi a lélektana a Facebooknak? Mi a fenne a lélektana, hogy ők 130 ezer ember elé kirakják, hogy ők elmentek Maldívra? Saját jelentőségüket próbálják meg így hangsúlyozni, vagy én nem tudom, tehát hogy így... De most közszereplőről beszélsz, vagy az átlag Facebookosról? Én az átlagot jobban megértem. Aha. A közszereplőnek nyilván, aki kiáll a tévékamera elé, rádióba, előadó művészként a színpadra, annak fontos a visszajelzés. Szerintem a Facebook egy visszajelzés, hogy hányan szeretnek téged, hányan lájkolnak. Meg információ közlés, kommunikáció, közvetlen kommunikáció azokkal egy az emberekkel. Föl tudod használni a Facebookot. Tehát ott van például a Tibi, aki nagyon nyomta a kasza, Tibi, emlékeztek rá, most már nem tudom, 300 ezer ember, ő neki koncertjóval ja, fölírja. Csinálja. A Hajdú Peti fölírja, hogy most kezdődik a frisbee. Azok, akik fölmennek egy ilyen oldalra és lájkolják, azok szerintem az igazi fanatikusok. Tehát, hogy azok, akik elkötelezett híveid, vagy drukkereid, vagy rajongóid, vagy mindegy, hogy nevezzük, de hogy ez a kemény mag, és erre a kemény magra lehet számítani. Erre a kemény magra, hogyha mondjuk több tíz vagy akár százezer ember, akár egy egzisztenciát is fel lehet építeni. Tehát, hogy miközben azért a plakátokat, a műsorújságokat, vagy a mit tudom én, annak a helynek az oldalát, ahol fel fogsz lépni, mit tudom én, akármikor a hétvégén nem biztos, hogy meglátogatják az emberek, viszont ha be van lájkolva egy ilyen oldal, és megkapod rögtön közvetlenül az üzenetet, mondjuk egy példa egy koncertről van szó, vagy egy fellépésről, vagy egy könyvdedikálásról, és hirtelen kidob, ja, valaki, mit tudom én, 100 000 embernek az üzenetet, abból a 100-ból, ha oda talál, aznap este 300 vagy 400 vagy 500 vagy 1500 már meg vagy. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát reklámfelület. De kéne nyitanom nekem is egy ilyet. Igen. Milyen fura lenne, hányan lájkolnak Balázs? Hát most még 600-an, de jövök fölfelé. Kicsit későn kezdtem. Jó, hát gyerekek, 10 éve van a Facebook, hát valakit már 400 ezer menjen, vagy most 1200-an. De már kapaszkodunk, azért jövünk fölfelé szépen, majd minden nap bemondom. Hát figyelj, szerintem óriási rapság. Szóval, hogy én pontosan ezért nem indítom. Te határozod meg, hogy mekkora rapság. De egy idő után szerintem beszippant. Nem? Szerintem nem. Nekem van. Tehát ahhoz, nagyon addiktív. Ahhoz, üzemeltetni tudj egy ilyen oldalt, ami közszereplő, ahhoz kell egy saját. Tehát meg kell csinálnod a magát. Hát a saját, igen. Na, én azt megcsináltam, nem tudom most már mennyi, 3 éve, én rá nem néztem arra. Tehát az, hogy ott nekem írnak emberek, az mintha nem is írna. Tehát én azt sose látom.
Ennyi. Te határozod meg, mire akarod használni, és meddig mész el benne. De folyamatos függés utána, nem? Mennyien lájkolták, nézik-e, szeretik-e, jaj, ha nézik, akkor örülök, ha nem lájkolják elegen, akkor elkeseredek. Tehát, hogy mások lájk számaiból teszed össze tulajdonképpen. Tehát ad egy ilyen virtuális szeretet hálót, ami valójában egyébként nincs. Szerintem ez annyira téves, hogy az valami nagyon... Amikor a nézettséget várod a igen? műsorod után, az tök ugyanez szerintem. Hát, azért szerintem nem. Nézték a műsoromat, vagy nem nézték a műsoromat? Ez ugyanaz, a tiédet mondjuk nézték. Ugyanaz, mint hogy kirakok egy fürdőruhás képet magamról, és akkor valaki beszól, hogy hú, de kövér vagy, és azon is nagyon elkeseredem, és elkezdek fogyókúrázni, mert tehát szerintem azért az a kettő nem ugyanaz. Hát azért az egyik egy, jó, értem, egy szakmai hogy az dolog. Egy teljesítmény, szakmai dolog, a másik meg az élet, de a celeb, a közszereplő esetében az igenis szakma is egy kicsit. Igen. Mennyien, hát érted? Azért ezek a közszereplők, talán egy picit mi is azért valamilyen szinten magamutogató emberek vagyunk. Tehát, hogy valljuk be őszintén, tehát, hogy ebbe a kategóriába tartozunk mi is, mert hogy egyébként nem csinálnánk ezt a dolgot. Tehát, hogy azért valahol érdekel, hogy ne érdekelne, hogy az embereknek mi a véleménye rólad, a produktumodról, amit leteszel az asztalra. És mérőszám valahol, mondjuk egy ilyen Facebook lájkolás. És vagy elégedett vagy vele, és azt mondod, hogy gyerekek, mennyi tökre elég, semmi bajom nincs az élettel, hogy ennyi jelen. Vagy elkezdesz dolgozni rajta, elkezdesz posztolni minden nap, kitalálsz dolgokat, reklámot veszel, na, és akkor megy fel. Igen. Mennyi idő eltolódás van a Maldívon? 4 óra, 5 óra, 6 óra körülbelül. Mert átsörgünk a... Hát de ott mit tud mondani? Megkérdezzük, hogy persze, milyen a víz? Mondjon már valami, gyerekek, januárban szürkeség van, tegnap vagy tegnap előtt volt az év legboldogabb. Mondja, hány fok van, milyen a víz, és éppen mit csinál? És milyen madár volt, ami mellette jó. Ez jó. Na, ugye megkérdezzük. Csörögjünk rá a boilerre. 3:48 lesz pontosan, 7 perc múlva jövünk mindjárt. Ákos idejú, nem? Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Itt vagyunk, és kicsit komolyabb a témánk ma reggel, de ez egyáltalán nem baj. Arról beszélgetünk, hogy közszereplőként kell-e ilyen képeket feltölteni. Jók-e ezek a képek arra, hogy izgassák a közösséget? Ki az, aki felteszi ilyen képet, ki az, aki nem? Kell-e úgy nyaralni, hogy ezt így osztod meg másokkal? Jó, nem jó, miért vannak az irigyek? Igazuk van-e, hogy irigyek? Nincs igazuk? Arról beszélgettünk, ugye elindultunk azon a témán, hogy a Hajdúék nyaralnak, nem is róluk akarunk igazából beszélni, és aztán a képaláírásokról, vagy kommentekről, hogy az irigyek miért írnak alá, érthető-e az a viselkedés, hogy valaki irigy, vagy érthető az, hogy ha valaki így nyaral, hogy kidobja magát egy napágyra, és provokatív módon felteszi a Facebook oldalra, ahogy fekszik, illetve pofátlanul döglik egy gyönyörű napágyon a türkiszkék tengerben, nem? Azért érdekes, mert ha utálod őket, vagy mondjuk csak a Pétert, mert Katát szerintem nem is lehet szinte utálni azokat a... Igen. De hogy akkor meg miért akarsz róla tudni? Ugye, hogy ez volt a legnagyobb gondunk szerintem a Janival, hogy akkor miért lájkolod az ő oldalát? Igen, minek mész oda idegeskedni? Miért keresel minek, rá, minek, hogy mi van irítál, a utálod, akkor nem hagyd, engedd el. Akkor hush. Hagyd a franc, kit érdekel, minek rontod a saját hangulatodat azzal, hogy ilyen képeket nézeget, ha zavar. Nem kell ránézni, és kész. Igen, igen. Nézzük egy-két SMS csak, hogy mit mondanak a hallgatók erről. Azt mondja, hogy lehet normálisan és tömegizgatása nélkül nyaralni. Írja nekünk vadorzó, hogy nem kell felrakni konkrétan ilyen képeket. Hát könyörgöm, privát oldalakról van szó. Tehát, hogy ez az ő oldaluk, ez az ő Facebook oldaluk. Hát akkor, érted, nem azt rak fel rá, amit ő akar? Plusz még egy kérdés, ha te nem vagy közszereplő, igen? Kovács Géza, bocsánat a Kovács Gézáktól, van neki mondjuk 500 ismerőse a Facebookon, az ugye egy ilyen normál, átlagos Facebook felhasználó szerintem eljuthat, ugye ő ilyen 500 emberig, ő elmegy nyaralni valahova, és ő fölteszi a képeket. Őt vajon alá kommentelik, hogy rohadjál meg Kovács Géza? Hát nem, mert ott csak közvetlen ismerősök vannak, tehát az másról szól, ugye itt idegen emberek kommentelnek neked alá, ott a barátaid vannak, az ismerőséd vannak, ott nagyobb baj az, hogy azt mondja, dögöljél meg, Géza, és anyád is rohadjon meg, hogy elmentél nyaralni valahova, tehát azt nem hiszem. Ott azért inkább... Hát ott vadidegen emberek lájkolnak téged az ország bármely pontjából, ott meg vannak mondjuk 50-en, akik ismernek, a legjobb barátaid,
a családot. Tehát szerintem a kettő nem tök más. Hát az egyik egy privát szféra, a másik egy közszereplő, ahol mondjuk 100 000 vadidegen ember lájkol téged. Hát most azért saját családod írja, hogy rohadjál meg Géza, ott azért nagy a baj, nem? Úgyhogy ő is kint van veled. Tehát szerintem azért egy privát embernek a Facebook oldala kevésbé szól arról, hogy dögöljél meg, hogy elmentél vacsorázni valahova. Csak én azt mondom, hogy szeretetből lájkolsz valakit. Azért meg kedveled, azért vagy kíváncsi rá, érted? Mint ahogy szeretetből lájkolod a rokon barátot. Én utálom egyébként ezt az egész Facebookot, gyűlölöm. De a Géza megdolgozott ezért, és a közszereplő soha. Soha. Aha, még ha bármilyen jót is csinált. Én nem szeretem. És gondolkozom, hogy csináljam majd, hogy bár Benni eldönti, hogy neki lesz, vagy nem lesz, de akkora nagy virtuális kamu gyerekek ez az egész Facebook, hogy ez valami szörnyűség. Tehát egy ilyen nagy kollektív virtuális hazugságnak gondolom az egész Facebookot. Tudod, miről szól? Arról szól, hogy hazudjunk egymásnak a kollektív világunkban, hogy jaj, de boldogok vagyunk. Minden szuper. És minden szuper. És akkor kiraksz tényleg egy, amiről pont itt az előbb beszéltünk, egy mosolyogos kutyát, és akkor 8000-en belájkolják a mosolyogos kutyát, kiraksz egy nevető csecsemőt, és akkor lájkolják 16 000-en. Igen, nagyon jó példa volt. És kiraksz egy mondatot őszintén, és azt mondják, akkor meg nem tudom hányan megutálnak, hogy te ezt őszintén lehet, mert nem veszel részt a nagy kollektív hazugságban, ami a Facebook, hogy itt a cuki dolgokat kell kitenni, boldognak kell lenni, és álszeretetet kell lájkra lefordítva vásárolni. Szerintem az évszázad legnagyobb kamuja egyébként a Facebook. A kamu önismerettel, kamu önérzettel, kamu egóval, és olyan kamu önbizalom növeléssel, ami tulajdonképpen hazugságra épül. Mert ha neked kell egy Facebook és 50 000 ember, hogy te abból tedd össze, és te boldog legyél, hogy téged ennyien szeretnék, és ránézem minden nap a telefon, és látom, hogy már 110 000-en szeretnek, jó, de jó, hát ott belül valami nagyon nagy baj van. Nem. Igen, nem csinálok más a Facebookkal, mint a belső hiányomat pótolom azzal, hogy engem 50 000-en lájkolnak, és kicsit minden nap nézem, már megint lájk, már ezt szerették ezt a megosztást, 400-al lájkolták, kvázi veszek magamnak boldogságot lájkokkal. Meg hát miféle ültátongod bent, érted? Amit te is mondasz, az két nagyon jó példával lehetne aláírni, vagy aláhúzni, amit a Feri mondott, meg rakunk még mellé egy másikat, hogy van egy privát oldalad, az emberek tudják, hogy például, hogy neked ki a párod, ki az az ember, akit te nagyon szeretsz, akiért odáig vagy, akivel együtt vagy. Meg erről az emberről felteszel egy képet, kap X számú lájkot, aztán felteszel egy képet, amit lekacsintottál valahonnan az internetről, egy kiskutya van rajta, vagy egy kismacska, aki játszik egy gombolyaggal, ezt a képet pedig 3-szor, 4-szer, 5-szer annyira lájkolják azok az emberek, akik tudják, hogy te azt az embert, akiről az előbb feltettél szintén a Facebook oldaladra egy képet, te mindennél jobban szeretsz, de mégis a kutyát lájkolják 3-szor annyit. Fölrakunk például egy képet, és kérjük is, hogy osszák meg, hogy a tehetik mondjuk egy véradásról. Lájkolják X-en. Utána fölrakunk egy képet egy hogy hívjákról, egy csetlő botló kis pingvinről, hát akkor meg 10-szer annyian lájkolják. Igen, szóval hogy szerintem egy nagyon nagy hazugság ez az egész. Csak mondom neked, nagyon, hogy mire Benni olyan korba fog érni, addigra már ennél sokkal durvább ilyen felületek lesznek. Megnyugodhat. De te fönn vagy, te nem osztod ezt? Vagy szerinted fönn vagyok. De ez ugye, hogy egy kollektív hazugság? Nem így használom, nálam nincs szuki kis kutya, tudod? De meg, hogy ez a like szám, én sose írtam még, hogy és köszönöm, hogy már 60 000-en vagyunk. Szóval, hogy nyilván mentegetem ezzel magam, de jól esik az embernek, persze, amikor jönnek a like számok, de én például sose voltam ilyen gyűjtögető, hogy most kiteszem a cuki ízét, mert akkor az arra nagyon sokan jönnek. Tehát egy nyaralós kép, vagy mit tudom, ki fekszel a tenger. Én nem nézem az BK-val voltam, amikor Olaszországban voltam. De nem csingárpukasztó módon fekszel egy napágyon. Tehát nem dobtad ki a... Nem. Aha. Sőt, még az se volt, hogy... Amikor tették rá pont a vizes lepedőt, és húztak vissza a tengerbe, nincs ilyen kép. Nincs meg az újraélesztési, ahol... Kifekült, tegyetek rá a vizes lepedőt! Slagot a szájába! Dörzsölik a izémet, a halántékomat, nem nincs. Tehát a Feri nem provokálja az embereket azzal, hogy kirak magáról egy fürdülás képet, hogy aztán azt gondolják az emberek, hogy na tessék, mennyi jó minőségű kaját meg kellett zabálni, hogy úgy nézzen ki, beirítálom. Csak valaki tegyen egy slagot a szájába, mert megfullad, és szóltok a Greenpeace-nek, vigyék vissza a vízbe. Van például BK-val kép, de azt hiszem nem írtam oda, hogy olaszországi nyaralásunk alatt a csodás naplementében. Így van. Érted? Mondjuk a Pizai Ferdetől nehéz volt félreérte. Tényleg? Jó, az egyértelmű. Na, csak az alulműveltek teszik Párizsba, érted? Ott van mögötted az Angyalvár, vagy a Kapitólium, érted? De nem gondolom azt. Tehát ez megint ugyanaz, amit okosan lehet használni. Szerintem okosan lehet használni, értem, amit mondasz, de ehhez meg csak a hülyének kell lenni. Tehát Hogyha így ennyire magával, nekem is van olyan ismerősöm, aki éjjel-nappal rajta van a Facebookon. Én nem tudom, ha ide jössz, én nem vagyok itt belépve a gépen például. Mert nem érdekel. Mert majd amikor akarok valamit föl... Mert ott van a telód azon állam.
ez igaz. Igen. Ráadásul nem tudod kezelni a gépet, a telefonon viszont olyan egyszerű belépni. Nézzük már meg, ki előtt van ott a telefonja. Meg azért mondjuk el, hogy három oldalát többet megnyitszad azon a gépen, már nem fog semmi. Igen. Figyeljetek, szerintem nincs vele baj, meg mindenki Facebookozom, meg a Petiek is tegyék ki. Én szerintem csajoknak, közszereplő csajoknak életveszélyes hamis önigazolás. Tehát, hogy valami olyan szinten viszi el az egódat, meg az önigazolásodat, és nem ad valódi... Nem ad valódi önismeretet, szóval, hogyha te nem vagy elégedett, és te lefogytál, és neked ki kell tenned, és a lájkokból és az aláírásokból jössz te rá, hogy te valójában szép vagy, és valójában lefogytál, az nagyon-nagyon nagy baj. Tehát, hogy az valami szörnyű dráma. Hát meg érted? Hát én azért találkoztam már egy-két olyan hölgyel, közszereplő hölgyel, akinek rendszeresen vannak fent friss képei, ott a Facebook oldalán, és soha nem nézett ki még úgy szerintem élőben, mint ahogy egyébként azokon a fotókon kinéz. Igen, tehát nem azért teszem föl, hogy szeressenek, és akkor a szeretet engem megnyugtat, hogy szerethető vagyok. De miért kell a külső visszaigazolás, ha azért kell a külső visszaigazolás, mert azt, hogy nem gondolom magam szerethetőnek, hogy én nem szeretem saját magam, és akkor 600 lájkot kapok, és akkor azt mondom, hogy hú, de jó csaj vagyok, kell a 600 lájk. Egyébként nem tudom. Akkor viszont baj van, ha nem tudom, nem? Szóval nekem az egész Facebook ez erről szól. Mit? Egy selfit magamról, hogy csicsöritek rúzsos szája? Megosztod a boldogságodat, érted, hogy lefogytál és szép vagy. Az a selfi száj. Na de mi abban a boldogság, hogy megyek egy mozgó lépcsőn kisminkelve, és megmutatom, hogy mennyire tudok szelfizni, és akkor írják, hogy jó, de szép vagy, és akkor 6 Origo velvet, mindig átveszi, hogy nem tudom, Szabó Zsófi szelfizett a mozgó lépcsőn. Tehát Szabó Zsófinak valójában szüksége van arra, vagy csak ebből teszi össze a saját önismeretét. Nem tudom, miért pont őt mondod, de szerintem... Jó, akkor mit tudom én, Zámbó Árpi. Szelfizett a 3-as metrót. Na most az megint egy másik kategória, mert Zámbó Árpit ugyanúgy megnézném egyébként, mint ahogy a Hajdút is megnézem, mert szórakoztat. Tehát, hogy... Nem tudom, óvjuk meg az emberiséget ettől. Szerintem ez egy szörnyű átok, ez az egész Facebook. Én például ez emberiség. 100 év múlva úgy fogunk visszagondolni, hogy vírus, fertő, baktérium. Nem, akkor már sokkal durvább dolgok lesznek, mondom neked, ez megy tovább egyenesen, és marhára fogsz örülni, hogyha még csak ilyen Facebook szintű lenne a történet. Egyébként meg ismerősök jöhetnek össze, régi osztálytársak ott beszélik erre meg is a jó dolgaikat. Ha okosan használod, akkor ez meg tudsz szórakoztató lenni. Én 100%-ig, hogy lájkolnék egy olyan képet, ami mondjuk Zámbó Árpi, egy banánüléses chopper bicikli nő, a jobb kezében egy kétkazettás stereomagnóval, és hátul az ülésre fel van egy drótnak a végére rakva egy amerikai zászló. És de nem. Van néz a kamerába. Érted? Hogy srácok, én tudok élni. Nekem ez rohadtul bejön. Igen. Na mindegy. És mi lesz a gyerekeinkkel? Na ők, aztán hogy fogod kivenni a telefont 8 évesen kezébe, hogy ne fújj Facebookozzá, vagy 10 évesen? Sajnos. Nehéz, mi? Rettentő nehéz. Folyamatos harc és küzdelem. Én bárhol megyek, és látok ilyen tinédzsereket, akik szótlanul ülnek egymás mellett, és nyomkodják a telefon, és azt mondom, úristen, ez a jövő. Ugye mi azért nem így ültünk. A jelen, ugye, hát mi úgy ültünk, biciklisztünk, verekedtünk, jöttél, mentél, ülnek ezek a tinédzserek 12 évesen, és azt látod, hogy mindig jött egy iPad, egy iPhone, mit tudom én, egy nem tudom, kis gép, és szó nélkül ülnek valahol hárman, és mindenki így bele. Egy óra múlva fölállnak, és azt mondja, hogy jó beszélgetünk. Akkor már azért szervezett programokat, hogy leszed. Igen. Leszed erről a tripről a gyereket. Igen, nagyon, és a szülő azt mondja, béké hagyja, csöndben van, nem kell velem csinálni, és közben valami olyan függőség alakul nem ki. Nem szabad hagyni. Iszonyatosan bedalálja, beszippantja őket ez a világ. Nagyon kemény. De ez nem igaz. Nem igaz. A legtöbb olyan embernél, aki az internetes... De igaz, meggondoltam. Jó, meggyőztél, a kutyafállat meggyőztél. Figyelj, én mindig azt szoktam mondani, ha például gyerekeimnek felajánlom, hogy nézzél rajzfilmet, vagy játsszál az okostelefonodon, csak maradj csöndben. Nézzél rajzfilmet, B. Verekedés van, apát meg lehet verni, és lehet birkózni, akkor mindig ezt választják. Én azt mondom, hogy amíg te adsz neki élményt, addig ez nem jön. Jó, hát hogyha te lettél volna az apám, én is ütöttelek, vertelek volna. Mint az állatok. Minden nap megvernél. Milyen szart adtál enni, mint állat. Igen. Tévé vagy egy jó lejpofon apának? Ha, megyek. Ezért mondják, hagyjátok a Facebookot, a francba használjátok az Instagram oldalunkat. Balázs szerkeszti, az viszont nagyon jó. Egyedi képek, nem like, nem selfie, nem sűrű, havi egy-kettő, de ott van az igazi élet. De azért Instagram. Ott van nyomaték. Az egy kicsit betegebb oldal, de nem ilyen célból készül. Játszunk Óven bácsival és Berunével már, és itt van a játékosunk. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, Laci vagyok, Dunakesziről. Laci, hát mit csoda vitalitás. Laci, mit csinálsz, mit dolgozol? Most én bundás kegyeret sütök. Király vagy. De szeretnék. És egy pici sajtot olvasztasz a tetejére? Bizony, bizony. De jó az. Fokhagymás. Ne csigázz, ne tetézd. Na úgy még nem ettem, az jó fok, hogy már persze, nagyon. Igen? Na, hogy ne. Na hát én ebben a pillanatban jobban irigyellek téged, mint a hajdúékat. És mit dolgozol egyébként? A Dunakeszi lóversenyvállalatnál vagyok alkalmazott. Wow. Lóversenyvállalat? Na. Bizony, tudod, Feri? Hát nagy lovas egyébként, nagy lovas. Tudod, Feri? Igen. Te kavartad be őt, a régi osztálytársadat egy kis ingyen reklám miatt most a játékban. Ezt miért mondtad neki? Miért mondtad a Ferinek, hogy tudod? Mert mondta, tudod, Feri, tegnap este megbeszéltük, hogy ezt mondom. Ami... Ja. Nem tudom, mennyit lehet erről beszélni. Semennyit. Feri, akarsz erről beszélni? Semennyit. Semennyit. Na már most már érdekel, ez Dunakeszi lóvállalat, tudod, Feri. Mocskos szemetek. Lókolbász van a háttérben? Egyébként levágjátok ezeket a lovakat? Kicsempészük a jószágokat is. Az utolsó mindig megy a vágóhíd. Úgy van. Tényleg, Feri? Mi hát a lókolbász jó? Nagyon ajánlottad azt a lósztalát, amivel állítanak bármennyit tudsz. Kicsit több só kell bele, mert édes. Gyerekek. Na, de egyébként ismered Ferit, vagy találkoztatok valahol? Vagy Dunakeszi. Még nem találkoztunk személyesen, de Dunakeszi a közös hazánk. Láttam őt már. Így van. Aha. Jó van. Na, mutatjuk, mit csinál Óben bácsi Berulini. Figyelj, hallgass meg. Oké. Egy napozó ágyal arrébb vannak, mint a hajdúi. Igen, ők a sziget rossz oldalára mentek. Ott most monszum van. A szikláspart. Na figyelj, jön egy kis rövid énekrészlet, figyelj. Ó, de könnyű. Húha. Szeretem is ezt a dalt. Jöjjön még egyszer? Igen, légy szíves. Figyelj. Na. Hát, tenger alatt... Csináljak nem. A szélből tengerzúgást? Ez na. A szél, most vihar van. Várjál, és ez a tenger... Atya úristen! De jó kezed van! Hallod? Egy nagy hullám. Nézd, egy óriás hullám, magic. Azt az majdnem levert a szikláról. Na jó. Na? Laci? Hát egyen hosszabbat. Légy, hosszabbat? Jó, figyelj, mutatjuk. Ó. Ezt szereted? Vigyázz, egy nagy hullám! Jani matraca először a tengerben. Vigyázz, Jani! Te vagyunk blokkolva, gyerekek. Semmi baj, mi remekül szórakozunk közben. Te csak gondolkozzál nyugodtan. Tehát mi jó páros vagyunk. Mi közben nevettünk, te gondolkozol. Jöjjön egy nagyon hosszú részlet? Hát vagy még egyszer, igen, igen. Most már csak a nagyon hosszú tudunk adni. Kivetünk mindent, van egy üres zacskót, de megmutatjuk, figyelj. Tök jó. Na, hát ez nem most már nagyon sablonos. Az illetőnek a nevét, ha meghallja Balázs, mindig ökölbe szorul a keze, mert egy nagy ellenfele jut az eszébe róla. Igen. Jani, a fürdőkatyád! Figyelj, Laci, megmutatjuk az eredetét. Szerintem fel fog sóhajtani. A fenébe ezt tudhattam volna. Hallgass meg! Az eredetét? Ne, ez az, csak másképp. Na figyelj, jön az eredeti. Hallgass meg! Régóta megvan a gyógyszer, ha de jó talán! Bizony, azt mondod, hogy a Panadol Extra. Igen. Így meg van, Laci? Meg. Hát hogy a bánatban ez? Hogy a viharba. Igen. Igen. Így telefonon keresztül tök más, de nem baj, gyerekek. Charlie, persze. Charlie. A nagy ellenfél meg ugye annak tény, Charlie a majom volt. Igen. Balázs számára. Szeretem Charlie dalait, jó a hangulata. Mindig van egy szövege is, és van egy hangulata. Nem? Nagyon, nagyon jó. Laci, hát sajnos nincs ajándékcsomag. Hát nem baj, egy élmény volt veletek játszani. Nekünk is egyébként. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, jó munkát! Hello. Köszi, sziasztok! Hello!
basszus, hogy ide varázsoltad a Karib-szigeteknek a hangulatát. Be is vett egy nagyok a hullám. Be is vitt a hullám. Aha, picit, még kapkodom itt a levegőt. Benyeltem egy csomó sós vizet. Na jó. Hogy vitt ki felé? Nézd, Feri, hogy elvitte a kis testét. Most nagy hullámot. Kidugott egy sellőt, hol a címzára vágyám. 8 óra múlt pontosan. Egy perccel Ákos hírei után már is folytatjuk. Jó reggelt kívánom mindenkinek. 4:09 lesz pontosan, illetve pontosabban már múlt egy perc múlva. Úgyhogy belevágunk a második óránkba. Itt vagyunk, kett van, gyerekek, kicsit ez az ónos nem, csak esős. Ónos eső nincsen, ónos. Hál' Isten, viszont esős, borús, szomorú január, nem felnézel az égre, nem süt a nap. De állítólag jön majd valami kis napsütés, de most még ez nem túl vidám. Ez nem túl vidám. Ezért kirohadjon meg. Ugye? Aki itt a kérdés, aki kitalálta ezt, hogy mi itt lakjunk. Itt a Kárpát-medencében. Egyébként szép hely gyerekek, de időjárás szempontjából vannak jobb helyek, hát napsütéses órák számát, már ugye napsütéses órák számát, illetve van azért ennél. Na de fordítsunk rajta. Viszont milyen szép helyen vagyunk. Akkor vannak rosszabb helyek is. Így van. Bőven. Hát tudod, micsoda bölcsesség. Kicsit följebb megyünk éjszakabbra, ott azért szerintem a napsütéses órák száma enyhén szólva kevesebb, mint nálunk, csapadék is több van. Hőmérséklet is kevesebb. Sötét is, hőmérséklet is kevesebb. Tényleg egyébként, meg hát most jön a tavasz nem sokára. M7-es 145-ös kilométernél hatósági fotózás Halas Laci küldte nekünk. 85-ösön Farádon világos kék transzporterből mérik a Sopron felől érkezőket. Ezt Sörös Júci üzente nekünk. Aztán baleset a Budakeszi úton kifelé, de befele is nehezen járható az egy sáv miatt. Köszönjük szépen. Valamint van még egy SMS, ezt Fecó küldte. Székesfehérvár, Ronaváros piac mellett egyenruhás pénzbehajtók figyelik, őrizve és védve a forgalmat Fecónak. Köszönjük szépen. Olyan helyes hirdetést láttam, gyerekek, az egyik ingyenes napilapban. Nagyon jó. Egész évben vár a Zugligeti libegő. Erről szól a hirdetés. Eddig azt mondta, hogy szenzációs. Fia, imádom ezt a fotót. Azt látod, a libegőről egy fotó. A libegőről egy fotó, full köd. Tehát olyan köd, és ő rajta kettő ember háttal vannak lefotózva, szerintem rommá fagyva. Figyelj, a hirdetés szenzációs. Libegőzni télen is jó, nem csak nyáron. Program a kirándulás. Figyelj, olyan köd van, hogy semmit nem látsz. Két ember háttal ül egy libegőbe. És nézd csak meg, visszafelé már nem jön senki. Visszafelé nem jön senki. Figyelj, szenzációs a kép. Libegőzni télen is jó. Tehát, hogy nem kap el az inger, hogy libegőzél. Egy ilyen kicsit ködös, kicsit kötszitálós, tudod, ami úgy bemegy a kabátod alá, nagyon csúszós, nagyon nyálkás időben ül két szerencsétlen a libegőn, és mennek fölfelé, hát és lefele nem jön senki. A magad előtt ülőt nem látod. Én nagyon bírom ezt a hirdetést. Valószínűleg ez arról szól, hogyha följössz, túléled, de a föntiek már nem tudnak lejönni, mert megfagytak. Tehát fölfele még mennek, lefele már nem jön senki, mert ott vége van. Tehát fönt valami történik a hegyen. Van fönt egy hütte? Nem tudom. És mindenki ott vár, szenzációs a hirdetés. Tehát így megnézem ezt a hirdetést, hogy menjünk kicsi, mutasd a képet. Hát. A kutya fáját, hát. Inkább. Ne. Maradjunk inkább ott. Nagyon szeretem. De helyesek egyébként. Jó dolog. Egyébként szeretjük. Jó, nagyon gyerekek is imádják. Megnéztük ezt a hirdetést, most sejöttünk egyet, hogy úgy nem kap el a vágy. Nem? Esőben, ködben úgy felüljél egyet libegőzni. És egyébként például a hegymászok előszeretettel használják a libegő alatti területet futóedzésre. Csak így mondom. De ez miért jó? Ha esetleg ki akarjátok próbálni, akkor hát az szinte enyhe, szinte emelkedés miatt. Hát oda fölfutni, lefutni, fölbringázni, az ott elég erős. Elég menő. Mondjuk azokat soha nem értettem, akik ott laknak közvetlenül mellett, hogy jó, nyilván az ő telkelőbb volt ott, mint a libegő, vagy én nem tudom, mert azért ott vannak új házak. Mindig ezen gondolkozom, ha libegőzöm a Benével, meg a Bikivel, hogy mi volt előbb. Tehát ültél kint a kertedben, hallgattad a madárcsicsert, és egyszer csak csöngettek. Ki az kicsi? A postás. Megérkezett, mit hozott? Egy levelet az önkormányzattól. Kibontottad, és azt mondta, itt libegő épp. Szeretett, hogy a 12. keleti telektulajdonos. Van egy rossz hírünk, itt a jövő évben libegő épül. Anyjuk fölnézt, és azt mondtad, itt. És egyszer csak ledózerolták a kerted részét, jöttek a munkások, és építettek a fejed fölé egy libegőt, miközben te otthon grillezel, Józsi meg így bepöcköli a szotyogol a magot a kertedbe. Az hogy volt tényleg? A libegő 1970-ben épült, akkor lehet, hogy a pártitkárságról jött a levél, és akkor még nem jött levél. Egyszer csak elkezdték építeni, mert ott a telek rögtön egy félár.
Igen. Vagy lehet, hogy, lehet, hogy éjszaka csinálták, hogy lefeküdtél, és mire felkeltél, azt mondta, anyjuk, nézd, mint van kábelpályán, kábelpályán itt emberek ülnek egy cégben. Mint a berlini falat. Tudod, kijöttél reggel, és akkor hirtelen és ott volt. Lábakat láttál magad előtt. Úristen, a szomszéd felkötötte magát. Ja nem! Azt a betes! A szomszéd? Repülnek csésze hajakkal. És hogy gyűlölhetik szegények, elmész mellettük, és akkor látsz egy nénit az ablakon, és akkor szegények, kezdj csókolom, és mint a süsübe, tudod, hogy a spaletták. Figyelj, én igen, becsukorik minden. Én láttam, egy ember nem ül kint a kertjében, mindenhol az üvegen fólia van, senki nincs, szerintem ott könnyű, és már el se tudod adni. Nem, tehát az nem, a szerencsés helyzet van, eladóház, miért? Próbáljuk meg elhallgatni, tudod, hárman meg, mert építik azért a betonpóznát, meg, meg húzzák a drótkötelet felfele. Úgy azért nem tudod eladni, nehezebb eladni az ingatlant, nem? Mondjuk általában sötétben és becsuk a, illetve már nem üzemel, mert fél négyig van, januárban 10 órától fél négyig van nyitva a libegő, mindenki menjen el, próbálja ki. Nagyszerű élmény. Szóval, hogy sötétedés és előtt szerintem ők már nem működnek, most képzeld el, hogy feloltod bent a villanyt, a lakásba, és nem tudsz közlekedni. Nem, mert tudod, hogy emberek egy székkel elmennek előtted egy drótkötél pályán. Ez hogy van? Úgyhogy azt csinálod, hogy oda az ablakig érsz, és automatikusan legugol. Oda kúszol az ablak alatt, a igen, másik oldalon pedig felállsz, és tovább mész. És ha vevőt hívsz, akkor azt négy után hívod? Csak nem. Négy után vagyunk otthon. Hát, ha nem veszi észre. Jó, sőt, úgy hívsz, hogy beengeded a bejáraton, de a redőny a libegő felé le van engedve. Miért nem tudok kinézni? Ja, csak nincs itt semmi látni. Való. Leszakadt. Nem itt megy valahol a libegő. Nem, az nem. Az 3 kilométerre arrébb van. Egyébként csinálsz egy ilyen rohadt nagy 10x10 méteres álcázó hálót, amit mint a redőnyt itt fel tudsz húzni, és kitakarod vele a libegőt. Vagy csinálsz egy festményt az ablakod elé. Tehát és amikor jön a vevő, igen, felhúzod ugyanazt a festményt, ugye csak nincs rajta libegő. És azt mondja a vevő, jó, milyen szép itt a kilátás, amikor elmegy, leengeded a festményt, ugye? És ott. Konkrét egy almacsutkát, ha te eszel, és ledobod, azt be tudod dobni az ember kertjébe. Tehát te tényleg de hogy miért ezt nem tudom. Nem, most nem. Ezt nem próbáltuk soha. Higgyétek el, és beletalálsz a grilljébe. Most jön a sztori, hogy és ugyanezt tejfölös dobozzal is működik. Írom már nekünk valaki, aki ott lakik, hogy mi volt előbb, a ház vagy a libegő. Te hogy történt magam? Most más a témánk 8:30-tól, de 3:09-kor erre visszatudunk érni. Tehát akinek ott volt tényleg... 70 után oda nem építkeztek. Akinek ingatlan, egyszer csak becsöngettek, és azt mondták, hogy hát sajnos elvtársak, rossz hírünk van. Jön a libegő. Ez kell a nemzetnek. Itt akar libegőzni a nemzet. Ez jó lesz a fővárosnak. Jó lesz ez a fővárosnak. Hogy a valaki, aki ott lakik, vagy ott lakott, és esetleg el tudta adni a telket, a házat, a családi házat, írjon már nekünk egy SMS-t, hívjon már, hogy tényleg, hogy tudta meg ő, hogy egyszer csak átmegy a telkén a libegő? Vagy és lehet, hogy nyugodott bele? Mennyit kapott? Kapott pénzt ezért? De lehet, hogy nem is kellett egyébként értesíteni őket, mert hogy ugye az a magasság, amiben vannak, az már nemzetközi légtérnek minősül. Érted? Tehát, hogy az már téged nem kell, hogy zavarjon. Na az már neked semmi közöd. Hát ahhoz már nincs, igen. Egy bizonyos magasság felett ugye az már tulajdonképpen az nem számít a telkő. Ahogyha lefelé ásol, az is ugye az állami. Nem a tiéd, ha bármit találsz a földben. Tehát lehet, hogy tényleg azt mondták, hogy... Hogy ez már nem a magáé. Ez már nem. Na de a pózna... Azt ki jössz, és ott van a kertedben egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tölgyfa méretű, nem, izé, acél. Nincs, úgy nincs. Úgy nincs. Azok, azok az oszlopok az jóval kijebb vannak, mint a telkek. A sovány vigasz, van egy jó és egy rossz hír. Mi a rossz hír, hogy libegő megy, a jó hír, hogy a pózna nem. Nem lesz a telkén, Jógi. Nem lesz a telkén. Egy reggel kibentek, és ott volt egy vasbeton oszlop közvetlenül. Szerintem egyébként úgy. Szerintem is így csinálták. Ebben ember nem nyugszik bele. 70-es évek. Azt csináltak, amit akartak, nem? Hát például engem. Na, hát látod, hogy bármit megengedett magának. Nem igazságok történtek. Nem gondolt, hogy megkérdeztek bárkit is. Hétfő reggel munkások kimentek, te kiirtéptél a kertetbe, és hát maguk. Hát mi? Mondjuk először azért egy erdősávot, ne felejtsétek el, ott egy erdősávot végig ki kellett írtani. Tehát, hogy az lehetett először a látványosabb, tudod? Menjünk ki az erdőbe, de nincs. Igen, egy 20 méteres sávban leszették az erdőt. És amikor már ott vagy, ingatlan tulajdonosként, már gyanított, hogy valami van, mert markolók hordják el az erdőt. De még az őket nyugtatták, hogy nem, újakat telepítünk. És aztán másnap már ott volt a drótkötélpálya. Bizony. Hát nem egyszerű, van egy jó, meg egy rossz hírünk. Kezdj inkább a jóval. Nem kell messzire menni, ha rodlizni akarnak ezen. Hát, belegondolsz, hogy reggel kimész, hogy sütörgeted a kis húst, a kertedbe fekszik a feleséged, és jön a Kovács család, és ellibegőzik a fejed. Püstike, megmondom, kapaszkodjál, mert leszállunk fel a járos, úgy megvernek, hogy se szarod magad. És már látod a fényképezőt, amit fordul felé. Igen, és szépen befont az ír, és hallod, hogy a Kovács család hogy szídja,
egyébként a főkovács a kovács gyereket, mert nem kapaszkodik a gyerek, és úgy megveri föl, nem? És ezt így minden nap 26-szor végig hallgatod, és várod a kovács családot délután lefele. De olyan, mint hogyha folyamatosan végig megverték a retúr egyet, ők jönnek visszafelé. Nem olyan, mintha tekergetnéd a rádiót, tudod, és akkor ezt hallod, hogy a ölej meg, most nem lehet őket senki. Ha 26-szorra jövünk innen, de már tele van vele. Remélem a nejed nem libegőzik. Ugye? Hallod ezeket a klasszikus mondatokat? Fent elkaplak. Lehet, hogy kaptok örök használatos bérletet a libegőhöz. A rossz hír, hogy itt libegő megy. A jó hír, hogy életük végéig az egész rokonság ingyen libegőz. Csak elkezdesz gondolkozni, hogy mit építsél a kertet, milyen tetőt tegyél, hogy ne lássanak be. Én nagyon sokat libegőzöm, tényleg Beni nagyon szereti. Én tényleg nem látok embert nyáron se a kertbe. Hát szerintem azok gyűlölik. Hát a hirdetésed is ti vagytok. Én vagyok látszik. A libegő arca ide. Én tartom el a libegőt. De hogy nyáron sincs kint ember. Egy ember. Hát nem van. Nincs nagyon amikor kint ember. Amikor mindig tömegnyomor volt. Nem a libegő. Láttál fekvő embert? Mit? Le, mi van, ezek maketházak, tehát, hogy, tehát ezekben nem lakik senki valójában. Na mindegy. Jól van, viszont van egy komoly témánk, illetve pontosabban komoly és szomorú, ugye, aki követ bennünket és hallgatja a Morning Show-t rendszeresen, az tudja, hogy országos összefogással elindítottunk egy gyűjtést. A történetről annyit kell csak tudni, hogy van egy Táti család, Erzsivel beszéltünk, ugye, és ő a múlt héten, talán a hét elején elmondta, hogy milyen szörnyű dolog történt velük. Leégett a házuk egyik pillanatról a másikra, mindenük oda lett. A történet az tényleg drámai, négy gyerekről van szó, ugye, ő és a párja, hát a szó legszorosabb értelmében, végignézték, ahogy leég a házuk. Bejelentkezett játékra, elmondta, és azt mondtuk neki, hogy próbálunk valahogy segíteni. Kiderült, hogy van egy egyesület, akiknek van egy bankszámlaszámuk, és elkezdtünk gyűjteni. Azóta folyamatosan kérdezik tőlünk hallgatóink SMS-ben, telefonon Annától, hogy hogy állunk, mennyi pénz jött össze, mondjuk már valamit, hogy is áll a gyűjtés egészen pontosan. Ugye kb. Egy hete kezdtük el, hétfőn vagy kedden beszéltünk Erzsivel. És arra gondoltunk, hogy egy hallgató fején találta a szöget azzal, hogy legyen ez az ország Jézuskája, amit mi megpróbálunk Erzséknek összehozni. Milyen jó lenne, ha mindenki apró, kicsi segítségével vehetnénk nekik ott táton egy új házat, hogy legyen esélyük az újrakezdése, mert hogy jelen pillanatban a szívbeteg anyukájánál laknak, hatan vannak, pici a lakás, a gyerekek, a kisebb gyerekek nem értenek az egészből semmit, és tulajdonképpen zéró az esélyük arra, hogy egyáltalán újra kezdjék az életet. Megdöbbent a történet egyébként. Ráadásként ugye nem csak pénzzel lehetett segíteni, most már csomagokat nem kérnek. Már leállítottuk, igen, a csomagküldést. Hogy lassan így azért minden összeállt, van tévé, van ruha, van cipő. Már önmagában ez is egyébként fantasztikus. Igen, nagyon-nagyon komoly dolog. Igen, hát már ugye a család mondta, hogy köszönik szépen, már nem tudják hova tenni, és nagyon-nagyon örülnek, és köszönik az egész országnak, de már ne küldjön senki semmit, mert hogy mindenük megvan. Na, megkérdezzük akkor, hogy hogy állunk, vannak fejlemények az ügyben, itt van Tibor, az egyesület elnöke, akik ugye nyitották ezt a bankszámlaszámot, és ahova a hallgatóink utaltak. Tibor, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Na, percenként, óránként, naponta nézted a bankszámlaszámot, mennyire voltál izgatott itt az elmúlt egy hétben? Hát rettenetesen izgatott voltam. Naponta kétszer-háromszor is megnéztük, mert hát a bankban is, hát ez kis település, és még onnan is megbeszéltem velük, hogy mindig felhívtak minket, és most jelenleg ott tartunk, hogy 3.582.000. 3.580.000 forint jött össze. De jó hír. Így van. Azt a mindenit. Hát azért az egy nagyon. Egy hét alatt gyerekek, ez komoly. Azért nagyon-nagyon komoly összeg. Így van, ebben gondolom nem néztétek lebontva, de vannak kisebb összegek, nagyobb összegek, hát ki amennyit vannak tudott. Vannak egész 1000-től 50 000-ig, tehát egész különleges összegek jöttek, úgyhogy nagyon fantasztikus volt, de... Mi helyes, van, aki 1000 forintot küldött? Nagyon boldogok vagyunk, hogy ennyire sikerült valamit összeszerveznünk. Hát ez nagyon mi is elmondtuk. A segítségetekkel, bocsánat, ezt hozzá kell tennem, hogy a segítségetekkel. Kicsit toltunk csak rajta. Igen. Hogy elmondtuk szerintem azt már a múlt héten is, hogy aki 500 forintot ad jó szívvel, az ugyanolyan fontos, mint aki megteheti azt, hogy 50 ezeret ad. Tehát... Igen, nem tudhatjuk, hogy ez az 500 forint az miből lett félretéve. Tehát, hogy általában úgy, tényleg úgy szokott lenni, hogy nagyon sok esetben azok adnak, akiknek nagyon kevesük van, vagy szinte maguk is segítségre szorulnának, ők a legjobb szívűek. Így van. Tehát durva 3.500.000 forint van most ugye a számlán. Na most, ha jól tudjuk, akkor ugye gyűjthetném még, de hogy van egy különleges dolog, amiért ez akár elég is lehet, ugye?
Igen, hát körülbelül ott tartunk, hogy a család, aki a végén, és a nagymama telkén lakik a nagymama házában, mert a telke elég nagy, és a végén van a nagymamának a háza. Ez táton kívül van, ez a tát külterületen van, és ők nem szívesen mennének el onnan. Ott a nagymama, ott vannak együtt, tehát és akkor azzal gondoltunk, hogy esetleg mi lenne, ha egy mobilházat. És a hétvégén elvittük őket, pontosabban nem én, hanem a 25-34 városunkért egyesületnek más tagjai, Ászára, ahol van egy ilyen mobilház kereskedés, nem tudok másképp fogalmazni. Uh-huh. És ott ők kiválasztottak egy ilyen mobilházat, ami nagyon tetszett nekik. Ugye arról van szó, hogy ők akár költözhetnének külházba is, és lehetőségünk lenne még gyűjteni természetesen, igen, ha már ilyen drága és segítőkész hallgatóink vannak. De rögtön beszélünk Erzsivel, és ugye elmondta, hogy ott égett le a házuk, közel szeretne lenni az anyukájához, és egész egyszerűen igen, neki sok szempontból, nyilván leginkább érzelmileg fontos, hogy ott maradhasson. Ugye? Így van. Ezt mondta el nektek is. Ezt a mobilházat, ha jól tudom, mert itt elég sokat beszélgetünk adáson kívül Julival is, te is Julival, hogy ezt lehet téliesíteni, tehát ez egy teljes értékű dolog lehet, és hogy ők így ezt van, szeretnék leginkább. Van. Ugye? Mert maga a ház az 2.700.000 forintba kerülne, és ezt kéne téliesíteni, tehát kéne egy külön gazán, radiátorok és kívülről a hőszigetelést megcsinálni, és akkor teljesen tökéletes alakható. Ehhez kellene még egy kis plusz pénz, de már egészen minimális. Tehát nem kell ilyen 8-10 milliót, amit te vagy ti felajánlottatok. Nincs szükség ennyi pénzre, hála Istennek. Uh-huh. Na hát, amit mi ugye meg tudunk még ezen kívül oldani, az a mobilháznak az odaszállítása, vannak erre hallgatóink, van infrastruktúránk, amit pillanatokon belül meg tudunk oldani. Ha szükség van, akkor tovább meg tudjuk oldani a ház romjainak az elszállítását is pillanatokon belül, úgyhogy azért itt még van teendő bőven, de akkor beszélünk Erzsékkel, hogy jelen pillanatban hogy van a dolog, és mi a folytatás. Jó, Tibor, mi is egyeztessünk mindenféleképpen. Nagyon szépen köszönjük, mert mi már pont azt kezdtük szervezni, tegnap beszéltünk a családfővel, hogy kezdje el kipakolni azt, ami még egyáltalán használható maradt ott, ha van valami, csak utána egy buldózerrel, vagy mindegy, minek nevezzük, ugye eltakarítani a romokat, elplanírozni a területet, hogy jöhessen az új ház. Ebben is tudok segíteni, és van valaki, aki ezt bevállalja, hogy elvízi ezt az egészet, akkor nagyon szépen megköszönjük. Hát majd felvetjük adásban, és akkor... Hogy nem. A szállítása biztos, hogy van, de azt gondolom, hogy most, hogy beszéltünk róla, pillanatokon belül ezt is meg tudjuk oldani, hogy elbontsák ott a romokat, és ezeket elszállítsák. Már van egy cég, akikkel mi sokat dolgoztunk együtt, ők pillanatok alatt felrakják egy konténerre ezt a kis mobilházat, és ez úgy abban a formában egészben szállítható, akkor ezt mi Erzsék telkére le is tetetjük természetesen. Tehát ezeket tudjuk vállalni, amellett nyilván, hogy hallgatóink segítségével megvesszük ezt a mobilházat, és téliesítjük. Hát nagyon szépen köszönjük a segítséget az Erzsék nevében is, de hát úgyis mindjárt beszéltek. Beszélünk vele, persze, csak akartuk tudni a fejleményeket. Jó, Tibor, egyeztessünk adás után, jó? Mindenféleképpen, hogy állunk akkor ezzel a dologgal. És köszönjük, hogy te is... még hát mi is, mert egymásnak segítünk. Mi nektek, te nekünk a bankszámlaszámmal, meg az ügyintézéssel, úgyhogy kölcsönös a dolog. Köszönjük szépen, okay. Beszélünk, jó? Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen. Hát gyerekek, azért ez milyen szép. Nem? Közel egy hét alatt. Hát még egy hetese gyűjtöttünk, és tényleg, ha akarnánk, és még tovább folytatnánk, akkor itt akár arról is lehetne szó, hogy egy 60 négyzetméteres rendes kőház. Akár. De érthető Erzsiék hozzáállása, hogy nekik ez fontos, szeretnének az anyukájukhoz, vagy Erzsiék közel lenni, és hogy ebbe a házba szeretne beköltözni. Tehát ezen nem változtatni, mi nem akarunk. Nem? Meg nem akarjuk befolyásolni természetesen. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy ez is összejött. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát két héttel ezelőtt gyakorlatilag a totális nihilben és a kilátástalanságban voltak, és esélyt se láttak arra, hogy rendeződik az életük. Ehhez képest pedig gyakorlatilag, ha lehet azt mondani, akkor talán még magasabb szintre is kerülnek, mint mondjuk két héttel, vagy már három héttel ezelőtt a tűzeset előtt voltak. Figyeljetek, én ránéztem erre a mobilház sztorira. Ezek nagyon jók, ezt letéliesíted, és ez nekik jó, és ő egy perc alatt át tud sétálni a kert egyik végéből a másik végéből az édesanyjához, aki ráadásul szívbeteg. Tud rá vigyázni a mamára. Meg hát lehetőségük van újra kezdeni, hát azért az sem mindegy, hogy van valahol egy bázis, egy alap, tud vigyázni a mamára, át tudnak menni, tehát ez szinte több, mint újrakezdés. Menő. És akkor ott vannak a kert végében. És ez úgy, ahogy van, szépen a mobilházat letéliesítetjük, és aztán letetetjük a kertjükbe, vagy először letesszük, utána gyorsan letéliesítjük, szerintem két-három héten belül ők tudnak költözni. Úgyhogy ez nagyon klassz. Hát drága hallgatók, köszönjük szépen mindenkinek, aki ebbe akár 500 forintot, 1000 forintot, 10 000-et, az összeg. Bármennyit. Nyilván idézőjelesen mindegy, persze nem mindegy, de hát mindenki lehetőségei szerint tette bele azt, amit a szíve diktált. Minden összeget köszönünk szépen, nagyon drágák vagytok. Akkor jelen pillanat most állítsuk meg a gyűjtést, jó? Tehát most ez téliesítésre elég, a többit megoldjuk, most egyelőre megnézzük majd, hogy mennyit kell hozzátenni.
Ha hiányzik, akkor nem még... csak téliesítésre elég, hanem magára a mobilházra is, nem? Persze, mobilház 2-7 plusz a téliesítés a vonatjával, meg meg is vagyunk. Így van. Na, Erzsit fölhívjuk a hírek után, hogy egyrészt mondjál, milyen adományokat kaptak, mit szóltak ahhoz a gyerekek, hiszen tényleg rengeteg mindent kapták az ország rengeteg helyéről, ugye, és hát egészen apró dolgokat is kaptak, bútort, ruhaneműt, kicsi adományokat, valami már nem fér be a fészerbe, játékokat, igen. Igen, úgyhogy tele vannak mindenféle jóval. Erzsit hívjuk, mindjárt 8:30 múlt pontosan 5 perccel, jövünk Erzsivel a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 1 perc, múlva szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Ígértük, hogy Erzsit hívjuk. Ő elmondja, hogy miért döntöttek így igazából, mi mást szerettünk volna, de nyilván nem a mi akaratunk számít, nekünk az a fontos, ami Erzséknek fontos. Nem ugye? Mi fogunk benne lakni. Nem mi fogunk benne lakni, mi úgy akarunk segíteni, hogy azt a segítséget adjuk meg, ami nekik a legjobb. Beszélgettünk sokat Erzsével is nyilván, ő győzött meg bennünket arról, hogy igenis ez nekik jó, és hogy ők nem akarnak tulajdonképpen többet, mi pedig örülünk, hogy akkor ezzel tudtunk segíteni, nem dönthetünk úgy, hogy mi mégis erőltetünk valamit, ugye ezért lett a mobilház, itt van egy érzelmi töltés, ők ezt szeretnék, ott szeretnének maradni, nem akarnak onnan elmenni, akkor tulajdonképpen nekünk az a legfontosabb, hogy nekik jó legyen. Illetve gondoskodni szeretne az édesanyjáról, és ami így a legegyszerűbb. Így van. Na, mindjárt hívjuk Erzsit, és ő már ugye tudja az összegről, tehát itt nem arról van szó, hogy most tudja meg tőlünk, hogy közel 3,5 millió forintot gyűjtöttünk nekik össze. Gyűjtettek össze a hallgatóink, ha lehet így mondani. Ő már tudja, és ugye Tiborral ők már próbálnak egyeztetni, akkor tud a mobilházról is, sőt, hát ez tulajdonképpen ő kérte, hogy van egy ilyen megoldás, akkor ők szeretnének ott maradni. Uh-huh. Ez az egyetlen megoldás. Jó, ez nekem szimpatikus, hogy azt mondják, hogy mama mellett akarunk lakni, mégis a miénk, nem egy, nem tudom, milyen házban fogunk lakni, ezt kinéztük, elfogadtuk, tök jó. Igen. Ez mi, hogy már le kell állítani az adományokat, nem? Hogy már ne küldjön senki semmit, mert nem tudják hova tenni, és annyi mindent kaptak. Tehát egy pillanatra egy kicsit így megmozdult az ország, és hát hihetetlen. Hihetetlen. Itt olvasom a felsorolásokat, hogy miket kaptam. Van, akik meglátogatták őket, van, akik ugye rengeteg dolgot küldtek, van, akik tényleg oda mentek, ruhanemű, tévéhűtő, hát mindjárt Erzsi elmondja, de hát tényleg sok minden. Sok minden kaptak. Óriásiak vagytok, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, óriásiak vagytok, hogy ennyire beleszálltatok ebbe a dologba. Igen, itt van velünk Erzsi, Erzsi, jó reggelt kívánunk, hello, ciao. Jó reggelt. Na, vidámabb a hangod. Igen, persze. Haj, de jó, hát hol van az az Erzsi, akivel a múlt héten beszéltünk? Hát jaj, de jó, ezt így. Jaj, de jó, így hallani, ezért múlt héten még nyilván okod volt rá, de hogy magad alatt voltál. Igen, igen. Hát persze. Semmitek nem volt akkor éppen abban a pillanatban, ugye pár nappal ezelőtt történt meg az eset, és hát ott álltatok minden nélkül, úgyhogy ahhoz képest tényleg nagy változás. Na mesélj nekünk, Erzsi, hogy miket kaptatok, mit küldtek az emberek. Tudom, hogy van, aki elment hozzátok Kecskemétről, küldtek dolgokat a gyerekeknek is. Föl tudsz nekünk itt sorolni egy-két olyan dolgot, hogy összeszedtél, hogy mégis tudjuk, hogy mit küldött nektek az ország? Rengeteg mindent, rengeteg ruhát kaptunk, most már mindenki tud bőven felöltözködni, háztartási dolgokat, mikrót, hűtőt, porszívót, tűzhelyet, mindenfélét. Gyakorlatilag egy ház teljes felszerelése megvan, igen, most igen, már csak igen, a ház igen, hiányzik hozzá. Poharakat, mindent. Van, aki edényeket és poharakat is küldött, tényleg? Igen, igen, aha. Igen. Tehát étkészletet, Atya Isten! Fazekakat, minden. De klassz. Nagy a boldogság. Nagy, nagy, igen, nagyon örülünk neki. Nagyon jó emberek hallgatnak minket, nagyon jó emberek azok, akik segítettek rajtatok, így ismeretlenül. Gyerekek, mit szóltak? Hallottam, hogy ajándékokat is kaptak. Jó, nagyon örültek nekik. Hát annyi játékuk van, rengeteg sok mindent kaptak. Játékokat, ruhákat, minden, tanszereket. Minden. Édeseim, de jó. Igazi kacsákat kaptatok? Az igazi? Ja, élő kacsákat? Igen, a Turul Egyesület jött, és kaptunk egy néma kacsa párt. Na hát az a kedvenc most, a család kedvence. Nagyon aranyosak. Hát a 2,5 éves gyereknek biztos ez is egy nagy öröm, hogy legalább tud egy kicsit játszani. Mit látsz rajtuk egyébként, főleg a piciken jobban vannak? Vagy kicsit igen, könnyebb így igen, neki? Igen, sokkal boldogabbak. Jaj, de jó. De jó, hát azért. Igen, egy gyereknek, hogy erről beszéltünk a múlt héten, hogy nehéz megmagyarázni, hogy mi történt. Mondjad, Erzsi, bocsánat. Egész nap szinte játszik az új játékokkal, ilyen autópályát kapott, mindenfélét. És mondod, hogy egy héten keresztül minden nap jött ajándék, mert egy 2,5 éves aggyal gondolkodsz, ugye? Igen. Ott csak azt látod, hogy jaj, megint jött egy csomag bontsuk ki. És a legnagyobb drámából egyszer csak a legnagyobb öröm lesz. Igen. Mit mondtál, Erzsi?
postakocsival, meg GLS futárral 10 csomag érkezett tegnap is. Atyaisten, de jó. Voltak olyanok, akik meglátogattak benneteket Kecskemétről, ha jól tudom? Kecskemétről. Onnan eljöttek azért, hogy lássák azt, hogy örülnek a gyerekek, meg mi, és tényleg ez annyira megható, hogy nagyon... Nagyon boldogok vagyunk. Na beszéljünk egy kicsit erről a mobilházról, mert hogy ugye sikerült összegyűjtenünk 3,5 millió forintot. Tényleg köszönjük szépen a hallgatóinak. Így, többen írják itt nekünk, hogy miért mobilház, miért nem gyűjtünk még egy kicsit, és lehetne az kőház. Utána néztünk, egyébként 5-6 millió forintból tehát környékén már lehet kapni. Ugye mi felvetettük ezt a lehetőséget, és te azt mondtad, hogy határozottan elzárkozol, illetve van egy pontosabb elképzelés, csak az a jó szerintem a hallgatók ezt a teszádból hallják, hogy ti szeretnétek ott maradni azon a telken, ahol ez a ház állt, igen, közel az anyukádhoz, jól tudjuk? Igen, pontosan anyukámért, mert hogy mint mondtam, ő beteg, szívbeteg, cukorbeteg, és én szeretném azt, hogy bármikor itt tudjak lenni, hogyha bármi probléma van. Tehát a kert egyik végében lakik ő, ebben a kis házban, ahol ti most meghúzzátok magatokat, és azért szeretnétek ti ezt a mobilházat, és azért elég, és nem egy kőház mondjuk pár kilométerre arrébb, hogyha bármi van, akkor fél perc alatt te ott leessél, jól értem, ugye erről van szó? Igen, erről. Ez pontosan így van. Ezeket a mobilházakat le lehet téliesíteni, akkor mi ezt is megoldjuk, jó? Anyagi lehetőségeink úgy néz ki, hogy ezt megengedik, és akkor egyeztetjük pontosan a szállítás. Hát csak itt azért még a teendő. Persze, de nagyon boldogok vagyunk, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, a hallgatóknak, mindenkinek, nektek, mindenkinek, aki gondolt ránk. De helyes, hogy mennyire tényleg más a hangod, ez a legszembetűnőbb, vagy ez a leginkább hallható, hogy azért múlt héten még egy valójában érthető indokkal összetört asszonnyal beszélgettünk, most pedig azért, mintha te is kicsit így kicserélődtél volna. Hát van fény az alagút végén, erre szokták mondani, nem? Hogy azért igen, innen el... Igen, ezt mondtuk, hogy már látjuk a fényt. Jó, és akkor biztos, hogy ne is menjünk tovább házügyben, ugye? Nem. Én mindenképpen szeretnék itt anya közelébe lenni. Jó, ez fontos, hogy ezt azért elmondtad. Ezt mi mindenképpen tiszteletben tartjuk. Így van. Majd az önkormányzathoz azért menjél be, mert azt állítólag engedélyezni kell, és valaki írja, úgyhogy jó, utána kell járni a dolognak, hogy engedélyezik-e, hogy tától lehet mobilházat telekre rakni. Lehet, igen. Már megkérdezem. Már ennek utána nézted. Lehet mobilházat, igen. És ha esetleg egy lakásbiztosítás még valahonnan lehetne szerezni, az se lenne, igen, baj. Azt is mindenféleképpen meg fogjuk oldani. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a jövőre néz, hogy nehogy esetleg véletlenül még egyszer bekövetkezzen ugyanez a tragédia. Bár valószínűleg most már nagyon-nagyon oda fogtok figyelni mindenre. Persze. Ezzel kapcsolatos. Persze. Intézzük akkor a szállítást, megnézzük, hogy mit tudunk segíteni abban, hogy a romokat ott eltakarítsák, és akkor egyeztetünk, hogy mikor tudjuk ezt letetetni, hogy lesz a bekötés, minden. Tehát, hogy tovább visszük ezt a dolgot, és természetesen tovább segítünk, jó? Jó, nagyon szépen köszönjük. Na, örülünk, és örülünk, hogy jobb a hangod kicsit. Van oka. Hát van, igen. Kitartás nektek, jó? A gyerekeknek is, és akkor folytatjuk ezt a dolgot, amíg tulajdonképpen tényleg nem egy igazán boldog befejezés a vége. Jó, Erzsi, vigyázzatok magatokra, beszéljünk. Jó, vigyázzunk. Kitartás, köszönjük, vigyázzatok magatokra. Hello, Erzsi. Hello. Na, mennyire boldogabb volt tényleg? Ugye érthető nyilván, persze, hát ezen az ember nem lepődik meg, de hogy szinte egy másik emberrel beszélgetünk. Abszolút kicserélődött. Igen. A legnagyobb lelki töltet szerintem ilyenkor, mert nyilván nem azt számít, hanem az, hogy tudj hol lakni. De hogy arra gondolsz, hogy ülsz otthon, és ért egy újabb csomag, újabb, hogy mennyien gondolnak rád az országban. Szerintem az nagyon-nagyon sokat jelent. Meg a pénzben is természetesen, úgy nem csak a csomagban. Egyébként meg Erzsiről nagyon sokat elárul szerintem az is, hogy a két legfontosabb szempont számára a gyerekek boldogsága, meg az édesanyja. Igen, hogy ott legyen mellette. Azt, hogy gondoskodhasson róla. Igen, ha pedig ezt szeretné, akkor mi ezt nem akarjuk, szeretnénk felülbírálni. Beszélgettett vele hosszan tegnap Juli, hogy nem akar-e biztos, mert tovább tudnánk menni, és vannak még segítőkész hallgatóink, innen tényleg csak egy ugrás a 6 millió, de kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy neki ez fontos, és ezt a megoldást szeretnék, úgyhogy ezért álltunk mi is le, és nem mondtuk azt, hogy akkor legyen egy téglaház. Bár a hallgatóinkon biztos, hogy nem múlt volna. Nem, nagyszerű közönség. Nem. Na, folytatjuk akkor ezt a történetet. Tényleg, drágák vagytok, köszönjük szépen mindenkinek. Jó, beszámolunk még az eseményről. Szerintem, amikor ott viszik a házat, leteszik, ők először bemennek, letélésítettük, megcsináltuk, akkor azért
ki is pattanunk. Hát nem? Persze, egy avatásra, pesgős üveg a falon. Hozzávágunk egy pesgős üveget, és aztán átfestjük. És aztán gyorsan egy festést intézünk is, igen. Na, megyünk tovább, hármasugrást játszanánk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk! Hello! Szia, lány! Hello, lány! Kata, hello, Kata! Mit csinálsz? Ágyban fekszem. Beteg vagy? Émlős. Azt a mindenségét! Melyik fajtája? Bárány. Gyerektől kaptad el? Igen. Az kemény. Felnőtt korban is ugyanúgy viszket? Hát még rosszabb, mint gyerekként szerintem. Tényleg? Az én fiamat nem viselte meg. Engem meg 3 napra kiütött, ilyen nagyon durva émelygés, hányinger, láz, ilyesmi, és aztán jöttek ki rajtam csak a pöttyök. Azt a mindenit, szegénykém. Csak gondoltad, hogy hát egy játéka jobb lesz? Hát remélem. Hát meg meglátjuk. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Őszinte volt. Ez miért baj? Meglátjuk, Kata, jó? Megnézzük, hogy mit tehetünk az ügy érdekében. És minden az ember tudják, hogy vakarózik. Nem is nagyon lehet ezzel semmit csinálni, nem? Semmit. Az ég egyet a világon. Vakarni se szabad. Nem. Igen, akkor elsebesednek, elfertőződnek. Meg megmarad a helye. Igen. Engem, és az arcom teli van. Úgyhogy nem lehetünk szét. Atyaisten. Mennyi idő alatt fut ez le? Gondolom 2 hét. Már munkahelyen így is ki lesznek akadva. Hát akkor most erről te igazán nem tehetsz. Érted, akkor ne, akkor be kéne menni. Na, gyerekek, volt egy probléma. Na, itt vagyok. Hiányoztam, azt mondtátok, lógok, itt vagy. Na, mehetünk? Próbáljuk meg. Figyelj, Kata, itt szól az első kérdés, nyakba akasztója. Melyik sportág 9-szeres világbajnok a Valentino Rossi? Gyorsasági motor. Az így van. Tök jó vagy. Nagyon jó vagy. Na? Hát menjünk tovább már, ha bekerültem. Menjünk tovább, persze, sapka sálért, így szól a második kérdés. Melyik évben lett az Egyesült Államok elnöke Barack Obama? Te mi van veled? Bekeményített. Te figyelj. Hát rendesen. Az picit ezelőtt, számolj utána. 4, 6, 2015, 2000... Igen. Hey, szép, így van. Ez a jó válasz. 2009, így van. Figyelj, nagyon jól csinálod. Nagyon ügyes vagy. Próbálkozok. Mit csináljunk? Morning show óra. Megyünk. A tét. Az az álmom. Tényleg? Igen. Falra is akasztható, asztalon is tartható, fektethető, állítható. Jó, jó. Mágneses hűtőoldalra is jó. Sőt, egy konzerves doboz, hogy egy felbontod, és akkor ha rajta hagyod a felét, akkor úgy néz ki, mint egy ilyen félig felbontott konzervdoboz. Belül pedig óra van. Igen. Nagyon szép. Viszont van egy előnye, nincs halszaga. Igen. Az tényleg jó. Menjünk? Menjünk. Na. Morning show óráért, így szól a harmadik kérdés. Milyen idegen szó utal a koktélok elnevezésében az alkoholmentességre? Hát biztos valami non. Nem. Nem. Nem non. Amikor nincs egy koktélban alkohol, ihatod ugyanazt, csak alkoholmentesen, akkor milyen koktélt kérsz, vagy hogy mondod? Mojito vagy. Jó, nem mondjuk meg azért a vállalat. Nem. Ja? Vagy piña colada, vagy piña colada. Mondj még kettőt. A pontok helyére léci. Na? Nem tudom, mentesed? Figyelj, én nagyon szeretem például ezeket. Úgy is mondtam, hogy Madonna száma címével, hogy Laika. Na jó, most azért nem mondjuk meg a megoldást. Na jó! Nem tudom. Nem, Virgin! Így van. Jó, én sem tudtam volna. Virgin Mojito, vagy például ugye az alkoholmentes. Így van. Így van. Feri, ezekről csak olvasott. Hát semmi, ezt a szót nem értem, hogy föltalálták. Nem is értem. Virgin, francnak. Engem. Ez alkoholmentes sörguminő, tehát ugyanaz a vonal. Men, igen, igen, ez a műcigi vagy mi, nem? Akkor vége az életednek. Fogod te még ezt is adni? 10 év és boldog leszel, ha bármelyik a közeledben lesz. Most még nem. Na jó, bumbozzunk akkor egyet, mehetünk? Igen. Na, készülj rá, de valami nagyon komoly bumot tegyél oda, mert a szoftver egy fél éve könyörtelen. Mehetünk? Igen. Indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki, figyelj! Bum!
Tom! Micsoda bú! Micsoda így! Hát nálam helyez, ha? Annánál is finnok, Jani? Bálom! Azt a mindenségét! Gyertek! Ó, de jó! Éj, ez a boom szoce! Ó, de jó! Adott! Nagyon jó! Na, viszont az órát kiveszik, és belerakunk helyette egy tubus ecsetelőt. Igen. Meg egy doboz Neogranor van majd a helyetek. Igen. Kata, van egy ajándékcsomagod! Jaj, de jó, nagyon szépen! Gratulálunk! Na, látod? Hát azért, ennek a szoftvernek is van szívete, nem? Á, persze, hallotta, betegség van. Hallotta, hogy akkor azért segíteni kell. Kata! Jaj, de jó, fiúk, nagyon szépen, köszönöm. De ne nekünk, hát nem befolyásolhatjuk a szoftvert. Köszönöm, jó. Füle van, vigyázz, füle van. Küldjük jó. Neked az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen, köszönöm. Na hát, ha egy kicsit könnyebb lesz jó, a betegség. Jó, ezek után merni a más ugye? Így van. De ma egészen szimpatikusak vagytok, igen. Jó van, na kitartás neked ott a bárányhimlőben. Kata, köszi a játékot. Köszönöm szépen, sziasztok. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, csak mondom, hogy közben telefonáltak már a Gékosztól, hogy vállalják Erzsék házának a biztosítását is. Jaj, de kedves! De jó. Mindenki egy kicsit beletesz ki, romot takarít ki, odaszárítja ki, bebiztosítja ki, játékot vesz ki, beszél róla ki, segít ki, bankszámlaszámot nyit ki, gyűjt ki, ad, de hogy az ország Jézuskája egyre jobban áll, gyerekek, szépen lassan, nagyon klassz kis, majdnem 50 négyzetméteres téliesített kis mobilházat teszünk le, ugye Erzsék kertjébe, és már megvan a biztosítás is rá. Menő, nagyon, kedves. Nagyon jó. Jól állunk, igen. Nagyon jól állunk. A gyerekek. Na. Kilenc óra van pontosan. Jövünk mindjárt, Ákos írei után. 9 óra múlt 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, van egy közlekedési hírünk és egy-két érdekes SMS, mindjárt mondom azokat is. Trafi az M1-es autópályán 87-es kilométernél Budapest felé, a felüljáróról egy rendőrautóból mérnek. Attila küldte nekünk. Érdekes. Nagyon. Ja, ez a... Ez még a trafi. Egy-két tanulságos SMS mindjárt. Budakeszi úton sűrűköd lassítja a haladást, ezt István küldte nekünk. Aztán... Tanulság. Trafi Soltvadkerten, Kecel felé, fehér Skodából Jaki küldte nekünk. Jaki. Érdekes. Jaki. Gyanús. Jaki. Csorna belterületén a vasúti átjáró után, Babakék Transporterből szintén trafiznak még hozzá a Szombathely felé autózókat. Ez Zoli küldte. Mi az, hogy babakék? Tehát, hogy most nagyon sokszor használtuk már ezt a kifejezést, és nagyon sokszor olvastuk be. De mi az, hogy babakék? Hát olyan babáson kék, olyan de kis, érted? Ez egy kék, világos kék. Ez olyan, a baba világos ez kék? Olyan, mint a, igen, ez olyan, mint a burgundi vörös? Nem, az egész más színű, mint a baba ja, kék. Érted? Hanem, hogy ugye, amikor kis babának veszel, ha lány, akkor rózsaszín, ha fiú, akkor ilyen kis kedves világos kéket baba. Veszel. Ott van a perselyünk baba kék. Szóval a transporter is. De nem malac formájú. Ja, tényleg. Csak... De viszont csörög. Igen. Azt igen. Elég vastagon csörög. Igen. Anna, van egy kérdés, a pénteki mez nyertese Marci telefonált, hogy küldjük a mezt postán, jöjjön érte személyesen, mi történik? Hát biztos kiküldjük. Referálj kérlek. Figyelj. Na. Már megint a izé, a plexa. Hozzávágtam a tollat. Kopog be neki, Jani? Postán megy a mez! Jöjjön be érte! Gyere, trécselő asszony! Vagyok. Figyelj, Marci, a pénteki meznyertes telefonált, hogy jöjjön, menjen, küldjük, makkal visszük, levélen szállítjuk. Hát, ha lehet kérni, akkor makkal. Mi lesz a mez sorsa? Elküldtem pénteken, beszéltem a hallgatóval, tehát tudnia kell, hogy itt hívtam, felvettem az adatait, elküldtem a gyártásra, hogy ez lenni szokott, igen? És gyanítom, hogy majd ők föl fogják hívni. Kedv van, tehát ezek szerint ez még nem történt meg. És jó, de nem került homok a gépezetbe, ez nem, a lényeg. Nem. Itt ez a rendje, módja. Föl van véve az adata, és meg fogják beszélni. Nagy valószínűséggel azt beszéltem, mert Pest környéki az illető, tehát nincs annyira messze, be fog jönni érte, szerintem személyesen. Értem. Na, jó. A gyártás miért gyártás? Tessék? Mit gyárt a gyártás? Hát a műsort, a diszpót, a stúdióbeosztást, a csekeket, kibefizetést.
Na, most, ha megint haragosokat akartok, akkor kérdőjelezzétek meg a gyártást. Én már hátállok ebből vissza. Nem. Nagyon fontos a gyártás. Mert aztán nem a fontosságát kérdőjelezem, hanem hogy mit csinálnak. Mert a gyárt, maga a gyártás ott valamit előállít. Hát a gyártásvezető sem állít elő műsort, hanem összehozza, hogy a műsor... Igen. Előállítja. Jó, ha akarod, igen. Akkor de előállítja. Akkor a készítőknek is. Igen. Mert engem például kikészített. A Norbi. Na, ott a jó pont. Hát, jaj, én ebben már nem veszek részt. Elhatárolódom, és nem tartok veletek a süllyedő hajót, hogy ti most itt összeveszedek. Új ember. Jó ember lettem 2015-ben. A gyártás az gyárt. Igen, így van, és az ajándékokat ők rendezik. Igen, a hallgatók. Gyártják. Hát ez ők küldik, amit én elküldök akkor neveket, ők bonyolítják. Érted? Vagy bonyolítás. Ők gyártják de azokat nem gyártanak a dolgokat. Ajándékot, csak elküldik. Akkor legyen küldés. Bonyolítás? Akkor legyen bonyolító. Uh-huh. Ó, na? De szép. Hát igen, ugye? Igen, igen. Nagyon-nagyon jó gondolat, de mégis így hívják őket, hogy gyártás. Jó. Szóval, hogy megyem, ez a lényeg. Nem érem. Anna, milyen kiegyensúlyozott vagy most? Tényleg olyan kis visszafogott vagy? Máskor akkor már rég üvölteni. Mi volt? Tegnap este kinyírtátok a sodorony rugókat? Más ember lettem én is 2015-től. Na, meg volt az évi egy rendszeres? Mi történt? Nézd oda, 2015 kipipálva. Gyorsan még elsőn letudtátok mi? Aha. A kutyafáját, gyere, emberegünk egyet, legyünk túl rajta. Most még megvan a lendület, hát béké hagyjuk egymást 2016-ig. Jó is az. Levetted végre az egyirányú táblát. Na gyerekek, csak egy-két SMS még itt Erzsi történetéhez kapcsolódva, hogy milyen szélsőséges SMS-ek vannak. Ilyenkor mondom én, hogy büszke vagyok a magyarságra, sok sikert a családnak, írja Rob. Gyerekek, felnőtt ember vagyok, de mindjárt besérek, jó ezt hallani, hogy ez így működik ebben az országban, csodás, írja egy hallgató. Erzsinek mennyivel a boldog öröm ez így nekünk is, ez az igazi segítség, írja Krisz. Egyszerűen könyvbe látom lábat a szemem, hallgatlak benneteket, hogy hány fantasztikus ember hallgat benneteket, szívből örülök. Aztán csak a két végletet akarom hangsúlyozni, nem önfényezés. Srácok, szégyen, nem szégyen, pasi létemre sírok, leszálltam a buszról, nem tudták az utasok, mi bajom, klasszak vagytok, ezt István küldte nekünk. De és... Te vagy a sofőr, de jó. Igen, köszi. Jön a igen, ha jó a sofőr, akkor jobb, ha nem szállt rá a buszról. Másik SMS, köszi. Más éhezik, lyukaszipőbe jár, fagyoskodik, elveszik a lakását, de ezek telefonálnak játékba, azt 3,5 millió azonnal, hurrá. De nálad ez is egy nagy baj van. Igen, ez igen. Elég komoly szegénységi bizonyítás volt, már csak azért is, mert akkor gyorsan elmondanám, hogy nem Erzsi maga mondta el ezt a történetet, nem. Hanem szeretett volna az elégett javak helyett valami kis apróságot a családjának, betelefonált a játékra. Mi kérdeztük meg tőle, bizony, hogy mi a baj, mert nagyon szomorú, vagy ekkor mesélte el. Igen. Meg az ezek alatt értsél egy 4 gyerekes családot, ezek, akik gyakorlatilag olyan szinten lenullázottak, egy tragédiából kifolyólag, hogy nem maradt semmi. Bizony. Nem te vagy az ez. Igen. Viszont egy hallgató nagyon érdekes dolgot ír, hogy milyen szélsőséges a műsor. 7-8-ig megbeszéltük, hogy van egy része az országnak, aki barom ír így, nem? Mert hogy ugyanakkor tényleg kiraksz egy képet magadról, és a saját Facebook oldaladon szednek szét, hogy te hol mersz nyaralni, és milyen pénzből nyaralsz, és egyébként rohadjál bele a tengerbe, hogy nyaralsz. Aztán 8 után bebizonyos, hogy azért mégiscsak vannak jó emberek, és nem annyira elveszett ország ez. És én is látom, hogy most kapok gratuláló SMS-eket, nyelj és olvasson. Azt mondja, hogy tisztelt előfizetőnk, rendezze számba tartozását. Nagyon jó. Igen, jó. Egyébként kikapcsoljuk a szolgáltatást. Így köszönni meg a szolgáltató nekem, jó, hogy milyen rendes. Mondanám, és kedves hallgatónk, a következő gyűjtésünknek a célja az, ilyen SMS ne jöjjön Balázsnak. Egyébként ez is tök jó, hogy Viktorról pedig kiderült, hogy egész ívében hallgatja a műsorunkat 4 órán keresztül. Igen. És ez tök jó. Igen. Na, kedve van, ez pedig ugye azt jelenti, hogy Kassa Tibi szokott ilyenkor hozzánk látogatni. Kassa Tibi még nincsen, nyaral, úgyhogy ő szerintem már a visszatérésének időpontja folyamatosan változik, és ezt mi kicsit később tudjuk meg mindig, mint kellene, de érkezik a Tibi hozzánk most már jövő héten? Érkezik hát jövő héten. Úgy volt, hogy csak egy hetet hiányzik, most többet hiányzik, de jövő héten már jön. Megvárja óvatosan fogalmazok, nehogy baj legyen. Most és már megvárja a tavaszt. Megvárja a tavaszt, és jön hozzánk már a jövő héten, ami Tibink, úgyhogy jövő héten jön, addig pedig jó nyaralást kívánunk neki, nem sokára érkezik ő egyébként vissza, és aztán már kedden meg is látogat minket. De hát mit nekünk egy Kassa Tibi, mikor égető problémám van ismét? És na, szeretném, ha segítenétek. Kiújult megint? Nem, azt már gyógykezelték többszörösen. Én is úgy hallottam, hogy a fitma szűkület nem jön vissza. Persze, ha nagyon éget a probléma, hideg kamilla teával, ücsörögjél. De ülni, vagy csak öblögetni? Szerintem, hogy hívják. Hát, attól függ, hol ég. Lögyböld. De a vizet rá, a kamillásat, vagy pedig magát a szerszámot benne, ez a nem mindegy. Nem, következő a helyzet, hogy azt találtam ki, most ugye új év megújulás, te is mondtad, hogy most már jó ember vagy, megváltoztál, már eddig is jó voltál, csak most már másképp
egyébként állsz hozzá a dolgokhoz. Január 19-e van, és még nem voltam címlapon, hogy beszóltam valakinek. Ez is igaz, semmi íróság, se semmi. Semmi genyóskodás. Hogy te, mint ugye divatikon és diktátor, és az, aki segítsége... A 2000 forintos H&M-es pulcsimba, a kinyúlt H&M-es pulcsimba, igen. Nem, hogy az van, hogy novemberben volt egy olyan akció, emlékeztek rá, hogyha bajuszt vagy szakállat növesztesz, azzal fölhívod a prostata egészségére a figyelmedet. Uh-huh. És én azt így elhalasztottam, viszont egy csomó embert láttam, aki csak bajuszt növesztett. Igen. És arra gondoltam, hogy egy ilyen jó nagy, vagy harcsát csinálnék magamnak, hogy azt megnöveszteném, vagy pedig ilyen kackiásan kipödörném oldalra, hogy melyik lenne a jó. Meg egyáltalán, hogy nyírod? Hogy nyírod a bajuszt? Hogy tartod rendben? Te bajuszt akar? Gondolkozol azon? Ilyen szép nagy kacki vagy? Szerintem melyik, itt most a mókát félretéve szerintem jól is állna neked. De melyik? A lefelé? Szerintem a harcsa, nekem azok jönnek be. Harcsásokat? Nekem ez a motoros, ez bejön. Motoros harcsásokat szeretem. A hozadékával, tehát ahogy hívják a kék hozadékával, meg ilyesmivel már nem számolva, tehát hogy csak a bajusz. Aha. És ne pödörjem? Nem, az ilyen. Például mit csinálnak a pödrősök? Mitől áll a pödröd bajusz? Vax. Vaxoló. Jó magyar kérdés. Ja nem, magyar ember, libazsi. Zsíros kenyeret megeszed és széttörlöd? Vagy például minden reggel azt majd át kell nekem, hogy hívják, fésülnöm? De tényleg oda, te akarsz valójában, vagy levágod alul, és akkor csak fölül meghagyod. Igen, teljesen. Hát vagy nagy harcsát lefelé. Vagy lehozol egy ilyen harcsát. Mutat. Második pödröt oldalra. Harmadik verzió, csak ez a szép kis, hogy szoktad mondani, náttetős. Igen, tehát ez a sodresek mondják, nem tudom ki mondta, hogy úgy néz ki, mint a most tevet volna meg náttetős. A Kövér Lászlóról mondta valamelyik sodrekus, igen. De nem, annyira azért nem visszafogott az övé. Tehát egyrészt, hogy a három közül melyik, ez az egyik, másik meg mit csinál egy bajuszos a bajuszával? Külön samponnal mosod meg a bajuszodat, amit a hajadra használsz? Vagy van külön bajusz sampon? Fésülöd minden reggel, hogyha szeretnéd beállítani, akkor vaxolod vagy zselézed a bajuszodat? Mennyi minden nem tudunk mi a bajuszról? Én sima samponnal mosom. Amikor a hajamat mosom, ami nincs, akkor azt a sampont, amit találok a kád szélén, azt például rákenem a szakállamra. Mert szakállvágáson egyébként néha nekem például, amikor jobban hagyom megnőni, akkor például elakad benne a vágó. Aha. És letöltöttél olyan programot, amire így föl tudod tenni a saját arcodat, és igen, ráhúztál egy bajuszt, és jól állna? Nagyon jó. Igen? Embertelenül szexi. Nagyon jó. Ja. Vagy például, ha festetni akarod a bajuszodat, mert őszül. Én mondjuk nem akarom, mert én szeretem, hogy ultraciki. Ultraciki, hogyha egyébként nem, ősz vagy és... Azt és ugyanolyan ilyen hajfestékkel, vagy van külön bajuszfesték? Ne, hát ha bajusz növesztesz, akkor törődj bele, hogy megőszültél, akkor legyen a bajuszod is ősz. Az nagyon hülyén néz ki, hogy egy szerintem ilyen deres csak... fejen, egy ilyen nagyon fekete, lak színű bajusz, azért az, hogy ilyen zongoralakkal kicsit megfújja, de azért az elég furán néz ki. Ez nem jó. Tehát akkor az maradjon úgy, ilyen őszes. A bajuszos ember visz magával mindig bajusz kefét, hogy ebéd után le tudja kefelni a morzsákat a bajusz a széléről? Hát na? Az említett Laci nyilván drótkefét visz magával. Tehát, hogy, mert hogy ugye a szőr, a bajuszszőr, meg a szakálszőr az a legdurvább az egész testen. Hát nyilván már béka is felszítszent párszor. Hát persze. Én nem tudom, hogy egy nagyon bajuszos embereket látok, én mindig arra gondolok, mint kellemetlen, amikor odaragad a tejföld. Tehát, hogy nekem valahogy ez a bajusz ez így annyira... De letörli. Igen, utána. De hogy ott eszel... És meg is van a válasz a fizálásra. Bal oldalon kicsit ott a bableves, jobb oldalon ott három morzsa, hány élősködő, nem tudom. Szalámi héj. Tehát mindig azt látom, mint a... Kadica bogár mászik az egyik oldal, és észket keres magán. Egy ilyen nagyon bajuszos emberre ráézek, akinek csak bajusz, és mindig az jut eszem, hogy ő most biztos, hogy most evett éppen valamit, és most biztos az utolsó morzsa még ott van a bajuszán. Tehát valahogy arra gondolok, hogy mit találnék az ő bajuszában. Egy heggerinc. Például miért neveztesz bajuszt? Valami kis szájhíj. Férfias. Nem azért, igen, mert nem vagy elégedett mondjuk itt a felső ajak résszel, és akkor... Nem, szerintem nem, karakteresebbé teszi az arcot. Mi jut eszedbe egy bajuszos emberről? Szigorúság? Bajuszos emberről? Aha. Hát a csínom palkó, csínom jankor, csontoska. Tényleg komoly. Gyerekek, csinálunk el egy bajusz szépségversenyt, már rájöttem, hogy meg kell csinálnunk az ország bajusz szépségversenyét. Keressük az ország és meghívjuk a győztes meg. A leghosszabb, legnagyobb mindennel lehet nevezni, ezt majd csináljuk meg, erre térjünk vissza. Adás végén ezt indítsuk el, ez nagyon tetszik nekem. Ki legyen a fővédnök? Feri. Hát közjogi méltóságnak kell lennie. Mi van az én méltóságomban? De miért nem jó a Feri? Mert ő lesz az arca. Hát de ha...
És nem lehetek egyben fővédnöke is? Plusz nem, mert akkor a fővédnökét nem tudsz leadni számlát. Ja. Meg az társadalmi munka a fővédnökség? Nem, nem minden esetben. A fővédnöknek mindig olyan embert szoktuk választani, aki közjogi méltóság. És ha közjogi méltóságot választunk, akkor mindenképpen egy bajuszos közjogi méltóságot kell találnunk. Aha. A fővédnöknek. Tehát egy elismert ember kell. Akiről mindenkinek az jut az eszébe, hogy na, bajusz. Igen, bajusz. Aha. Most gondolkozom. Kell, hogy bajusza legyen? Hát, tök alap. A védő, igen, alap. A fővédnök. De mi egy bajusz ápolási tanácsokat kérünk tőle, azért kell egy fővédnök? Igen. Tehát azért igen. Akarsz, hogy egy fővédnököt, hogy mondja, hogy szedi le a bableves? Így van, egyrészt, hogy ő ért hozzá, tudja, nap mint nap viseli, nem csak alkalomszerűen, érted? Tehát, ha mondjad nekem bajuszos embereket, aki erre jó. Egyszer a Wunderben írja egy hallgató, igazából beszéltünk ott a bajusz világbajnokság győztesével, a 6 méter bajusz volt az arcán, ő elmondott egy csomó mindent, hogy tudja ápolni, mit csinál, hogy csinálja. Na, az például tök jó volt, de hát ő nem jó fővédnöknek. Fővédnöknek tényleg olyan ember kell, aki hiteles, mert általában így szokott lenni. Jó, vannak olyanok, amikor mit tudom én, ilyen vannak ellenpéldák is, amikor például fura, hogy Fási Ádám szépségversenyeket rendez, de hogy egyébként bajusz szépségversenyhez bajuszos ember kell. Aha. Hát most nagyon erősen. És akkor leváltjuk a Ferit? Ne, akkor én vagy be se tesszük. Vagy akkor te csak megkérdezed, hogy kell egy ilyet elindítani. Tehát most... Hát több pozícióra is pályázunk most, vagy keresünk embert. Van a fővédnök, igen? Akinek a neve alatt fut, ő neki nagy embernek kell lenni. Kellenek a versenyzők, akik bajuszosak, beszállhatok ide, én is elkezdem. Lehetek én például a döntőbizottság elnök, hogy melyik a legszebb bajusz. Attól, hogy nem ő a fővédnök, attól ő lehet érted? Még az a Sir of the Year, vagy nem tudom micsoda. Sir of the Year? Tehát, hogy ő lehet. Beteg vagy. Sir. Ez legyen a neve, Sir of the Year. Jó, de jó. Tehát, hogy több ilyen poszt van, amit be kell tölteni. De a fővédnök az a legfontosabb, neki bajuszosnak kell lenni, és nagy embernek. Köztiszteletben álló embernek. Így van, nagy ember. Hát akkor egy van. Hát, ha a köztisztelet, akkor mi már nem jöhetünk szóba. Egyrészt akkor elvéreztünk, tehát én nem, hogy nem lehetnék, hanem a zsűri közelében nem mehetnék, tehát, hogy abszolút nem. Hát akkor egy van. Hát egy van, akit fel tudunk hívni, hogy kell bajuszt ápolni. De ez igaz. Tessék? Illetve pontosabban kettő, de abból egy a mi köztársasági elnökünk. Hát ő, hát akkor csak ő lehet. János úr. János úr. Köztársasági elnök. De most oda csörünk és megkezdjük, hogy kell ápolni a bajuszt. Jó napot kívánok, Rákóczi Ferenc, Sebestyén vagyok. Anna, telefonszámod, hát csörögjünk rá. Figyelj, hát a köztársasági elnök. Látszik, nyomtatod nekem a köztársasági elnök hivatalnak az elérhetőséget. Jó napot, Rákóczi Ferenc, a Morning Show-ból. János urat keresjük, hogy kell bajuszt ápolni. Jó. Hívjuk szerintem föl. Igen, szerintem próbáljuk. Hát ezt már hívtuk a Kispolszkinál. Szerintem. Csak nem tudtuk vele beszélni, hogy adjon neki kegyelmet, nem tudtuk elérni, és bezúzták. Szerintem már benn van. Micsoda, 8-tól. Ha már lehet. Igen, lehet, hogy korábban is ért. És nem tudom, mekkora volt a paksa, amit a tegnap este az íróasztalán. A köztársasági elnöki úr, ő ha... A köztársasági elnöki János úr. Ha ő elvállalja ezt a posztot, akkor szerintem egy csomó rajongót szerez magának, még a mostanikon kívül is, tehát hogy még többen fogják őt szeretni. Hát meg rajongsz, vagy nem rajongsz érte? Érted? Ő egy hiteles személyiség ebben a témában is. Na, pont erről van szó, hogyha ő vállalja a fővédnökséget, komolyá válik a rendezvényünk. Is. Nem lesz rendezvény. Csináljunk egy bajusz szépségversenyt, interneten lehet pályázni, hát, meghívjuk a három legtöbb szavazatot, és akkor eldöntjük, hogy ki nyer, és legyen ennek egy fővédnöke, hát illetve mondja el nekünk, hogy ápolja a bajuszát. Igen. Én azért tovább gondolnám a dolgot, lehetne ebből szerintem egy hasonló kaliber dolgot kihozni, mint például a Nemzeti Vágta. Én például én a Sir of the Year-t oda képzelni a Hősök terére. De akkor nem lehet Sir of the Year. Már még egyébként, hogyha a Hősök terén végignézel nemzeti nagyjaink szobrán. Igen? Hát ott van egy pár bajusz. 80%-ban szerintem simán. A szobrok 80%-a biztos. Na azt mondja, hogy köztársasági elnöki hivatal, tessék, Sándor, valóta levélcím, telefon. Szerintem legyen inkább a telefon. Írjuk neki levelet, van egy postagalomba szerkezősébe. Küldjük el. Mondjuk azt, hogy jó napot kívánunk, a Morning Show élőadás. János úrral szeretnénk beszélni? Hát most látom, hogy itt a doktor úr. Az is jó. Na várj. Azt mondja, hogy... Hát kérdezzük meg, hogy mit szól. Várja, föl is kérjük? Föl nem, hát egyben megkérdezzük, hogy ott van. A köztársasági elnökének hivatalát hívta. Ajajajaj. Welcome.
You have called the office of the President of the Republic of Hungary. Na várjál. We are. That assistance in English, please press zero. Nem, nem zérót nem nyomunk. Én a gomnyomással választom a következő. És mi van a vietnámiakkal? Várjál már. Elnöki titkárság, egyes gomb. Jó nekünk? Főigazgatói titkárság, kettes. Hát, jobban hangzik. Jogi és alkotmányosság. Nem szeretjük. Kettes nyert. Társadalmi kapcsolatok igazgatósága, négyes gomb. Szóval eddig a kettes vezet. Igazgatóság, ötös gomb. János úr, hatos gomb. Igazgatóság, hatos gomb. Kettes gombnál én nyomnám. Igazgatóság, nyomnám a kettest. Várj, amíg hátul. Honvédelmi főosztály, nyolcas gomb. És lehet, nem, hogy János lehet, hogy 9. Mely újrahallgatásához, vagy úgy mondjam, hogy... a kettős kereszt gombot. Ja, és 9, Ádrián. Aha. Ha közvetlenül János úrral akar beszélni, nyomja meg a 11-es kordot. Hú. Na vele. Most a kezelőt kapcsolja. Kezelőt kapcsol? Hát jó. Igen, tessék. Halló, kezi csokkolom, Sebestyén Balázs vagyok a Morning Show-ból, itt ül a Rákóczi Ferenc és a Vadó János. Kezi csokkolom. Élőadásban tetszik lenni, mi a János urat keresünk. Csokkolom. Üdvözlöm. Kezi csokkolom. Sajnos nem tudom adni. Hogy? Még nincs bent? Hogy? Hát mi történik ebben az országban? Hogy? Nincs bent? Most éppen vagy megbeszél? Én nem az elnöki titkárságon vagyok. Nekünk nincs tőún üzemmódú telefonunk, vagy hát én itt valamit nyomogattam, nem is tudom pontosan hova lyukadtam ki igazából. Ez büfé? Most hol vagyunk, kezi csokolom? A gazdasági igazgatóságon, de én tudok önnek adni telefonszámot az elnöki titkárságon. Hoppá! Közvetlen a ne tessék bemondani adásból, tehát a sajtóigazgatósághoz tetszik nekünk tudni számot adni? Hát hova akarja a sajtóigazgatóságra? Hát ahol megtaláljuk János urat. Azért mondom, hogy az elnöki titkárságba tudok. Elnöki titkárság, na, akkor vissza. Ad nekünk az megvan. Ott a Júliát keresjük, mert a Laci azt is kinyomtatta nekem. Hát, hogyha így tudja, akkor igen. Igen, mit kaptam egy telefon, hogy ez elnöki hivatal, főigazgatóság, elnöki titkárság, Laci mindent kinyomtatott. Igen, igen. Ott van Júlia? De ha van közvetlenül egy a sárga telefonhoz, akkor... Piros. Egyébként János úr házon belül van? Én azt nem tudom. Narancsa. Sajnos nem tudok elakadni. Jó. Nincs. Jó. Jó. Higgyek a elnöki titkárságot. Nagyon szépen köszönjük. Kezi csokkolom. Jó munkát kívánok. A legjobbakat kezi csokom. Hello. Hát legalább megkérdeztük, hogy gazdaságilag az épület rendben van, hely volt a gazdasági így hivatal. Így van, az gazdaságilag a fene vigyel ezt. Hát azért ezt csak tudjuk, hogy mert érted, ha baj van, ha nincs, tehát hogy ott az épülete gond, ja, akkor János úr nem ér rá. Aha, mert lehet, hogy most éppen, ahogy hívják, akar befizetni a csekkeket. Csekket fizet be, beszél a kőművesekkel. Hát várjátok, de két dolgot mondjuk, igen. Most... Szeretnénk felkérni, hogy legyen a fővédnöke, vagy bajusz ápolási tanácsokat is, akar. Is. Én is akar. Én nem akar fővédnök lenni. Én csak tárcsázom. Ha nem akar fővédnök lenni, attól még adhat nekünk így tanácsokat. Akkor az elnöki titkárságot hívjuk? Szerintem igen. Hát ha már nincsen közvetlen vonalunk. És ha már odáig elértünk, érted, hogy vele beszélünk, akkor csak megkérdezzük ezt, hogy mit csináljunk, melyik fazon a jó fazon? Ugye? Na jó, mit nevesszünk? Hát akkor én. Szerintem tök jó. Mondjuk megkérdezhetük volna rögtön, hogy benne van-e már, hogy hallották. Elnöki titkárság, jó napot kívánok! Ó, kezi csokorom, Sebestyén Balázs vagyok a Morning Show-ból, itt ül a Rákóczi Ferenc és a Vadó János élőadásban tetszik lenni. Mi Júliát keresünk. Csokolom. Egy kis türelmet kérünk. Miért Júliát kértem? Miért nem az elnök uram? Uh-huh. Hát lehet, hogy arra is ugyanazt mondta volna, hogy kapcsolom. Hát be kellett volna próbálni egyből, hogy most a János urat keres. A Júlia kicsoda? Figyelj, ha a főosztályvezető. Hát most várjál, lehet, hogy Júlia blokkolja a hívásunkat, mert ő azért van, érted? Ő a védvonal. Ő a védőháló. János úr előtt. Rosszul csináltuk, annyit kellett volna, hogy Sebestyén. Jánost kérem. Kezi csokolom, Sebestyén Balázsék a Morning Show-ból. Mi Júliát keresünk, itt ül a Vadó János és a Rákóczi Ferenc, és élőadásban tetszik lenni. Júliához van szerencsénk? És Cech Júlia vagyok, viszont türelmüket kérném. Igen, várunk, amennyit csak kell. Én a sajtóigazgatóságnak átadom önöket. De az is nagyon jó nekünk. Azt csak tessék nekünk megsütni, hogy benn van a János úr? Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Nagyon fontos lenne, hogy elérjük. Tessék segíteni. Jó. Türelmet kérem, köszönöm. Várunk, köszönjük. Kedves tetszik lenni. Most mit csinálnak? Most a igazgatóság. Most beadnak valami jogdíjas zenét, ahogy hallom. Várjál. Ó, DM negyen. Most Anitát kell keressed. Megyünk Anitához. Jó. Tudod a hétnek az... Ez más egyébként, ez nem az. Figyelj, ha bent lenne, biztos tudnánk, mert akkor már hallották volna azokat a határozott döngő lépeket. Most kérjük egyből a János urat. Jó. Halló. Halló. Halló, kezi csokolom. János úrral szeretnénk beszélni, Sebestyén Balázsik a Morning Show-ból. Vadó János, Rákóczi Ferenc is itt ül mellettünk. Csokolom. János úrhoz szeretnénk eljutni. Szép jó reggelt, Altorja Janika. Anita! Jó reggelt! Hát mi ismerjük egymást? Igen, másfél évvel ezelőtt valamikor nyáron beszéltek. És meg ismerős hang. Azóta is magyarázkodik. Igen. Anita, drága, mi ismerjük egymást. Másfél évvel ezelőtt mi eljutottunk hozzád, amikor a Kispolszkit szerettük volna megmenteni. Igen. Most igen, újra itt vagyunk kedves nálad. Emlékek. Kedves emlékek. Háromszori kapcsolás után. Segíthetek most. Nem.
Szeretném megkérdezni, hogy bent van-e a János úr. Várja, mi volt ez a sóhajtás, Anita? Kicsit lemondó volt. Nem volt még meg a reggeli kávé. Igen, kicsit lemondó voltál, hát azt nem mondhatod, hogy sűrűn zaklatunk. Mi a János úrhoz, a köztársasági elnöki úrhoz szeretnénk eljutni. Hát az igazság az, hogy elnök úr programjai nem teszik most lehetővé, hogy a rendelkezésetekre álljon. De ha most azt mondod, hogy megint, hogy külföldön van, mert a múltkor, amikor kerestük, akkor Lengyelországban volt. De utána néztünk, tényleg ott volt. És egyébként tényleg ott volt, de ha most is külföldön van, akkor ez nekem több, mint gyanús. Itthon? Nincs külföldön, itthon van, nem nyilvános programja van, úgyhogy be kell érjetek velem. Nem nyilvános? Családi. Anita, figyelj, segítened kellene nekünk, hogy... meg kéne valahogy győzni az elnök urat, hogy legyen a mi bajusz szépségversenyünknek a fővédnöke, ugyanis Feri egyrészt bajusz szeretne növeszteni, ehhez kellett volna segítség a gazdasági elnök úrtól, kettő, hogy a fővédnöknek szeretnénk, vagy fölkérni, hogy legyen a mi bajusz szépségversenyünk fővédnöke. Mert egy nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, hogy egy nagyon hiteles ember képviselje az ügyünket. Köztiszteletben álló szakértő van neki bajusza, tehát hogy ezért gondoltunk rá. Mondjuk, hogyha ez a nem nyilvános programos jelenleg bajuszfestés, akkor tártalan, nem érdekes, nem érdekel minket. Na, mit mondasz erre, Anita? Ez utóbbi felmondatot nem igazán tudom hova tenni, ezt a bajuszfesteset, de köszönjük szépen a megtisztelő felkérést, természetesen azon nyomban tolmácsolom elnök úrnak, amit lehetőségem van. Mi ezt interneten indítanánk el, nevezhetne bárki az országból, a leghosszabb, legnagyobb, legszebb bajuszt keresnénk, őt aztán egyébként megbeszélnénk a vágtásokkal, hogy bemutatnánk a vágtán, és összekötnénk a hagyományőrző dolgokkal, tehát abszolút, és közben egyébként szeretnénk, ha a köztársasági elnök úr pedig hát tulajdonképpen fővédnökeként ott lenne majd, vagy csak igen mondana, vagy elbírálná. Tehát a pontos dolgok még nincsenek kitalálva, minden esetre szükségünk lenne az ő tapasztalatára és segítségére. Hát nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést, és mondom, tolmácsolni fogom, elnök úr döntése, hogy bajusz ügyben mit lép és nem. Anita, kell nekünk írjunk egy írásos fölkérést, hogy tisztelt köztársasági elnök úr. Én még nem kaptam tőletek levelet. Nem, ez most reggel robbant ki, igen, tehát ez az egész egy nagyon friss dolog. Igen, mert nekem van egy álmom bajusz ügyben, és megkerestük azt az embert, aki irányt tud mutatni ebben is, és ez az elnök úr volt. És akkor azt gondoltuk, hogy felkérjük, de hogyha az a hivatalos út, hogy meg kell írjuk a felkérést. Megírjuk. Akkor megírjuk. Írjunk egyet, Anita, hogy érzed. Hát én örülnék, hogyha kapnék tőletek. Jó, mi minden hivatalos útat szeretünk végigjárni. Persze, akkor írunk egyet, és akkor az neked juttassuk el, vagy a főigazgatóságra, elnöki titkárságra? Hát én megköszönném, hogyha nekem, természetesen úgy címezve, hogy Áder János köztársasági elnöknek. Jó. Aláírjuk, megírjuk, és akkor leírjuk, Anita, hogy pontosan mire gondoltunk. Igen. Nagyon köszönöm. Anita, jó. Az összesnek jövő levelet te bontott föl? Nem. Én gondolom, hogy e-mailen külditek a levelet, nem pedig papíralapon. Meg akartuk adni a módját, hogy faméltes papír. A környezetet. Nem pont olyan. Az oldala végigetve öngyújtóval. Igen. De a hasznos, amiről az e-mailben küldjük? Na, szóval pont annyira védjük a környezetet, ahogy ti is. Mi igyekszünk minden levelet e-mailen küldeni is, és várni is. Úgyhogy én azt szeretném kérni tőletek, hogy ader.janos@kek.hu e-mail címre küldjetek el a levelet. Nagyon jó. Nagyon jó. Anita, küldjük akkor. Jó? Várjuk. Nagyon profin csináljátok ti ezt a dolgot. Megírjuk akkor ezt. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. És gratulálunk ahhoz, hogy eddig 4 emberrel beszéltünk a hivatalban nálatok. Mindenki jó volt. És mindenki annyira igen, kedves volt. Igen, nagyon flott. De jó ezt hallani nekem. Köszönöm igen, Júliát is pusziljuk. Köszönjük szépen. Amit a jelentkezünk, jó? De jó munkát. Csáó. És ők pusziljuk Jánost. Igen, csáó. Köszönjük szépen. Miért pusziltuk a Jánost? Mert mi rockerek pusziltunk. Mi úgy szoktuk tudni. Ja, azt nem tudtam, hogy ti rockerek pusziltok. Na figyelj, most már ezt nem muszod meg. Nagyon jó. Most már bajuszod lesz, fővédnökünk lesz, és elindítjuk a bajusz szépség versenyt interneten. Csak mondom, hogy Feriéből nem tudsz kihátrálni, hogyha... Ha hülyén is áll majd. Így van, hogyha ha János úr elfogadja, akkor és fővédnök nem fogunk itt bohockodni, akkor lesz Sir of the Year. Jó, én ilyen fővédnökkel megyek. Bármeddig megyek. Jó, de ő segít? Segíteni fogok? Nem kell sok segítség igazából. Jó, egyébként tényleg, szóval hogy ez is sokat változott azért így az elmúlt években, nem? Abszolút. Nem úgy értem, a szóvivők egyáltalán sokkal flottabbak, mondják, tehát úgy valahogy ide, ha legyen szó BKK-ról vagy bármiről, tehát úgy valahogy könnyebb ez az egész. Azért megjegyeztem, hogy másfél évvel ezelőtti eseményeket nem tudja felejteni. Volt egy nagy sóhaj, mikor meghallotta, hogy kik vagyunk, azért mondjátok. Pedig az másfél éve volt, nem tegnap. Igen.
Jó, interneten lehessen nevezni majd? Szerintem fotók alapján, nem? Tehát mindenki nyilván magáról kell, hogy elküldjön fotókat. Ha lezárjuk a fotópályázatot, az így készültök Kitty oldal, de akkor ezt mint a márciustól elindítjuk. És akkor az év bajuszát keressük, nem? Hogy van, Szőrofta ír? Hát Szőrofta ír, de az év bajusza. Jó, az év bajusza. A díjátadásra is szerintetek eljönni János úr? Ne, hát most ide behívjuk. Nem lesz a díjátadás, hát a Vágtán, nem? De így van, hát vagy valamilyen elitebb helyen, mit tudom én. A sztori hol szokott lenni? Na annál legyen jobb. Na jó van. Jó, akkor ezt folytatjuk tovább. Már most, aki szép bajuszt ápol, és szereti, növeszti, hosszú ideje. Az várjon ugrásra kézzel, nehogy küldjön valami. Egyrészt ne küldjetek semmit, kettő. Ne vágjátok le, három, ápoljátok, fotózzátok, vigyázzatok rá, és mondjuk, hogy ez a dolog mikor indul. Szerintem ez tényleg, hogy a Vágtával is érdemes lenne ezt a dolgot így összekötni, és akkor ez valamikor majd úgy, hogy ott van a díját adó, vagy velük együtt szerintem, nem? Ez szép hagyományőrző dolog egyébként, a nagy, szép magyar bajusz. Mi van? Hát, hogy a fenében ez? Igen. 3-10... Annyira büszke vagyok. Rátok is, meg így... Aj, de jó. Végre egy értelmes kezdeményezés. 3-10 lesz pontosan egy perc múlva. Egy pici szünet, nem tart sokáig, rövid kis reklámszünet után jövünk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Morning Show. Három egy 10 múlt pontosan egy perccel mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon, most ez mitől szól ennyire más, hogy... De jobb vagy rosszabb? Nem, teljesen más, hogy szólunk, mint az előbb. Ez nagyon fura. Csináltál valami zsír? Ráaludtál a pultra? Nem. Leittod, vagy ráaludtál? Igen. Hogy ugye... Hát... És ez még nem a legjobb pillanat volt. Beszéltünk a libegőről, mert hogy ingyenes napilapban láttunk egy libegő hirdetést, és arról beszélgettünk, hogy vajon hogy történt az, hogy neked volt ott egy telked, egy házad, és másnap egyszer csak a fejed fölött ment a libegő, próbáltuk az okát megfejteni, vagy hogy történhetett a dolog. És ugye boncolgattuk, hogy mi volt előbb a libegő, vagy az ott épült házak, de valószínűleg az ott épült házak és a telkek, amire egyszer csak felhúzták a libegőt. Valamint, ugye folytattuk a gyűjtést, sőt, mi több, hát már félig meddig le is zártuk, felhívtuk Erzsit, és megkérdeztük, hogy mit szól ahhoz, hogy ilyen drága hallgatóink vannak, milyen segítséget kaptak, ugye egy táti családról van szó, akiknek leégett a házuk, és Erzsi nagyon helyes volt, nagyon örült, és rengeteg dolgot mesélt el nekünk, hogy mi mindent kaptak hallgatóinktól. És nagyon jó volt hallani, mert egy héttel ezelőtt, mikor beszéltünk, akkor nagyon lent volt. Így van. A hangban, mindenben, és most meg egy kicsit így kinyílt a világ. Így van, illetve arról is beszélt, hogy miért ezt a megoldást preferálják, és miért ezt szerették volna igazán, hogy egy mobil házat vegyünk nekik a hallgatók által összegyűjtött pénzről. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. A Klassz FM-en. 5 perc van pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lehet, hogy még lesznek majd apróbb segítségkérések a mi hallgatóinktól, de hát az ország Jézuskájáról van szó, úgyhogy szállításbontás, mondjuk mindig, hogy állunk, hol tartunk, és természetesen beszámolunk arról, hogy mi lesz a végkifejlet ennek a történetnek, de lehet, hogy majd még kérnénk egy-két hallgatót, hogy ebben vagy abban segítsen bennünket, hogy ez tényleg, ahogy egy hallgató hívta, az ország egyik nagy közös Jézuskája lehessen, és Erzsiék a 4 gyerekkel együtt be tudjanak költözni, ha ők ide szeretnének és így szeretnének, mi ezt természetesen elfogadjuk, ez az ő döntésük, legyen így, együtt az anyukájával, az emlékekkel, a régi házzal, úgyhogy ez a megoldás lesz akkor. És hát tényleg köszönjük mindenkinek, nem győzünk hálálkodni. Hát ez nélkül rendes hallgatóink vannak, így van. Nem jöhetett volna nélkületek össze, ez teljesen egyértelmű. Így van. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok, és most elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez nem lehet, hogy meg lesz húsvétra, és az ország nyuszia lesztek. Húsvétra szerintem ezzel már bőven meg vagyunk. Aranyos lenne. Az ország nyuszia, az ország Jézuskája. Igen, mi újság? Hát képzeljétek el, hogy én nem nagyon szoktam beteg lenni, ez nem tudom, feltűnt, hogy én mindig itt vagyok. Nem, mert általában szabadságon vagy, de mindegy is. Akkor sem beteg vagyok, és most azt érzem, tegnap mondtam, hogy itt elfáradtam a koncertbe, a francokat fáradok én ennek koncertbe, hol vagyok én még attól? Lehet, hogy ez valami kezdődő betegség? Lehet, hogy kellene szólnom a Garaminak? Mert hogy ez még mindig tart, tehát hogy ez a levert vagyok. Kicsit ráz a hideg, kicsit levert vagy, gyenge vagy. Az, hogy annyira nincs kedvem felkelni és bármit is csinálni. Tavaszi fáradtság. Az hol még? Hát januárban. Téli levertség. Gondolod? Aha, gondolom. Menopauza.
Mondjátok még ilyen. Nem, egyébként én hiszek abban, amit a Balázs szokott mondani, hogy minden fejben dől el. Én most nem leszek beteg, így döntöttem. Vitaminokat szedsz? Szedek. Azt már talán régebben is meséltem, minden reggel úgy kezdem. Igen, nagyon napot. Tök jó, eddig unom, igen. Hogy aszkorbin savat belekeverek vagy vízbe, vagy teába, és akkor az C-vitaminként szolgál. De most egy kis D-vitamint is elkezdtem szedni, mert azt meg tőled hallottam, ja, hogy ez nagyon fontos. Nagyon jó, télen nagyon. Igen. Mennyit szedsz abból, milyen egységet nyomsz, nem tudod? A D-ből? Milyen? Hát most mondjam be a márkáját. Nem, hogy milyen, mekkora egységet? 400-at, 3000-et, 2000-et? Azt nem tudom. Ilyen nem tudod. Kis bogyó. Bogyó, az jó, egyébként kell az. Olyan 1200-1300-as lehet az a pici kis. Ilyen sárga színű. Igen? Akkor már rá mindegy is. Nem csak kérdezem, mert mekkora az adat. Mert mindig szeletelek, hallgatok valamilyen. Jó van, hívjuk a naphallgatóját. Jó. Hívjuk a naphallgatóját. Nem jelzek még vissza az elnök úr. Nem, már meg kell írnunk a levelet. Ja, hát kell egy hivatalos formát adni ennek a dolognak. Tehát nem csak telefonálgatunk, meg rárontunk Anitára. Juli megírja, elküldjük. Hello, jó reggelt kívánunk. Zsoltot keresünk. Én vagyok. Zsolt, te nem mondtad, hogy Morning Show, pedig te lettél a nap hallgatója. Hello. Na, jó reggelt kívánok, szervusztok. Szia. Ó, el is felejtetted már, hogy SMS-t írtál? Hol hallgatsz minket, Zsolt? Most Budapesten vagyok, a Tesszent Imre. Ó, nem áll, hogy megint. 18. kerület. Komolyan mondom, hiszem el, hogy nem tudunk valakit fölhívni Mátyás földről. Tehát ugye ilyen nincs. Hogy lojális, a legjobb fej hallgatóink. Igen. Nem mondtad, gondolom már munkában vagy, vagy elfelejtetted? Eddig is dolgoztam asztalosként, csak éppen most egy bemutató teremben, amikor egy árajánlatot kértem, aztán most azért is nem tudtalak hallgatni titeket. Hát, és az ember elfelejt, hogy ír SMS-t, vagy utána nem felejtett, csak megszólal a telefonja, és nem kapcsolt el egyből. Zsolt, te vagy a nap hallgatója, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni. Tudod, a szabály az, hogy akkor van ajándékcsomag, a hallgató mondja, hogy Morning Show. Jó? Oké, köszönöm szépen. Azért mi köszönjük, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Sziasztok, hello, sziasztok. Hello, hello. Na. Nem jelentkezett, bocsánat, nem jelentkezett senki a libegőtől, Anna, még nem? Áll a lehetőség, ha valaki ott lakik a libegő alatt, írjon nekünk egy e-mailt, csak hogy megtudjuk, hogy volt tényleg ez, hogy ez csak ott a telkeken, vagy a telkek fölött átment a libegő, ha valaki hal minket, és ingatlan tulajdonos, írja már meg nekünk, mit, vagy elmesélték a szülei, hogy mit szóltak hozzá, akkor a felháborodás volt, hogy van az, hogy ott van X családi ház, és ez csak azon keresztül megy a libegő. Ez egy érdekes történet. A hallgató azt írta, hogy tök jó ott lakni, mert se rádiót nem tudsz hallgatni, se mobiltelefonálni nem tudsz, mert állítok a libegő árnyékot. Hogy annyira komoly a fém szerkezet, meg hogy árammal megy, ugye, és akkor az ott halad. Jézus Mária. Most ezt elbuktuk. És a legdurább, tényleg így eladni se tudod, soha a büdös életbe. Tehát, kaptak-e valami kárpótlást, kompenzálta ezt akkor az állam? Írjanak nekünk azik, akik ott laknak, tényleg. Ez egy érdekes dolog. Érdekes lehet, és menjetek el, és igen, is libegőzzetek. Alkalmas rá mostani idő is, mert hogy éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva van. Igen, ide egy hallgató, hogy az oké, hogy őket zavarja, hogy felett megy a libegő, de őt ugyanúgy zavarja, amikor ül a libegő, hogy alulról a nézik. Tehát, hogy ez senkinek nem egy jó állapot, hogy te libegőzöl, és alulról ott téged bámulnak közben. Mondja, Csabi, mit akartál? Nem, csak azt szerettem volna a naphallgatójával kapcsolatban mondani, hogy ez a tanulság, hogy bárhova megy be az ember, ha már írt egy SMS-t reggel a Morning Show-ba, akkor azt mondja, hogy tekerjük már át a rádiót, hiszen én vagyok a naphallgatója. Tehát így ez az alaphozzáállás. Jó, már remek zenék? És hozom nektek a, most már kiismertelek titeket, ugye 10-ből 10-szer megmartok, bármit is hozok. Na, de hogy. Fúrja, hogy ezt még mindig a zenének tulajdonított. De egyébként. Én ennyi után azért ezt már másikra tereltem. De rájöttem, hogy nektek valami olyasmit kell hozni, olyan neveket, akiket ismertek. Hát Chris Isaac nevével gondolom azért ti is jobban vagytok, találkoztatok már. Igen. Az kilen... egy szomorú szemű fiú. Igen, volt legalább egy nagy sláger. Szeretem elfelejteni közcsoport. Az a Wicked Games. Wicked Games. A klipjére emlékszünk, mi férfiak mindannyian. Helena Christensen. Ezt a dalt nem olyan nagyon sokan dolgozták fel, de most sikerült egy Parafor Kuva nevű DJ-nek. Igen, és tudom, hogy Helena Christensen játszik benne, illetve a finn biztonságőr, a haja menjen innen. Így van. Ugye? Tehát ő az, aki még benne van a klipben. Haja menjen innen.
De olyan jó, hogy te neki így erős, csak... hát persze. Igen. És ez a Parafor Kuva, ez egy német DJ producer egyébként, ő feldolgozta ezt a Wicked Games című dalt, és ezt szeretném nektek megmutatni. Uh-huh. Hát meghallgattam, kár, hogy erről nem tudták lebeszélni, de egyébként én nekem az eredeti jobban tetszik, de jó a feldolgozás is. Nekem játszunk, meg más dolgomban. Jó van. 555-55-00, Csabi jön a kívánság műsorral, kérjetek tőle dalt, Csabi annak nagyon örül. Így van. Jó, úgyhogy igen, hát kérjetek tőle dalt, ennyit akartam elmondani, jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Csáztok! Csáv, csáv. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.